A mai nap Pintér József nagymester és jómagam Fejér Gyula fogunk kommentálni. A meccseink pedig a sakcsapat Európa bajnokságon a magyar válogatottak meccsei. A férfiak Lengyelországgal csapnak össze, még a nők Franciaországot kapták. A párok, mi a páratlan táblákon vagyunk sötétek, tehát Wojtecsek, Lékó Péter, Duda, Rappolt Richard, Gajewski, Berkes Ferenc és Kempinski Balogh Csaba összeállításba játszanak a férfiak. Mielőtt még nagyon magamhoz ragadnám a szót, megkérem Pintér Józsefet egy kis esélylatolgatásra, illetve a Jóskát ugye nem kell bemutatni, a magyar sakkozás egyik kiváló egyénisége. 6-szor játszott Európa-bajnokságon, 3 érmet nyert, 2 ezüstöt és 1 bronzot, és nem utolsó sorban belülről tudja az érdekességeket, mert 4 évig kapitányként is szolgálta magyar sakcsapatok mellett. Ugye azt hiszem, Jóska, hogy mindenki volt a kezed alatt a csapatba, kivéve talán Rappolt Ricsit. Üdvözlöm a nézőket, hallgatókat. Rappolt Ricsi nem játszott az én csapatomban, amikor én kapitány voltam, de jártam, ott laktam náluk konkrétan, vagy edzője voltam többek között, a sok edző között. Én is lent voltam Sében, a Szombathely mellett, és konkrétan ott laktunk a családdal, és készültünk keményen. Persze egy kicsit udvariatlan voltam. Voltunk, mert a hölgyekkel kellett volna talán a bemutatást kezdeni. Ugye hölgyek, akik most ugye jobban állnak a versenyben, mint a férfiak. Ugye a negyedik helyen állunk 3 forduló után. Tehát a hölgyek a Franciaországot kapták, akik értékszámokat tekintve magasabban vannak. Magasabb az értékszámuk. Első táblán Seba Vajda Szidónia, második táblán Márdilikó Skripcsenkó, harmadik táblán... Na hát, franciául gyenge vagyok, de Pintér nagymester mindjárt kiigazít. Igen, mondom, Gusár. Gusár, Paulin Gusár, Rudolf Anna, és Millié kisasszony, pedig Pap Petrával csap össze. Igen. Erről a csapatról érdekesség, hogy ezek, játszottam a Mári Szebággal is. Ő egy nagyon veszélyes női sakkozóban ritka, nagyon nagy taktikus. Tehát ő ellene eléggé kellemetlen játszani. És a Millié Sophie pedig csapattársam volt a Bischwillerben, tehát én elég jól ismerem, én a Bischwillerben 8 évet játszottam. Bischwiller ez Strasbourg mellett van egy kis város, inkább falu. Most megnyerték idén a francia csapatbajnokságot. Tehát ez nagyon nehéz meccs lesz, én úgy gondolom. Hát mind a kettő, úgy mind gondoljuk, a kettő, hogy igen. Ez nagyon-nagyon szoros meccsnek tűnik mind a kettő, és küzdelmesnek. Úgyhogy ha ma sikerülne nyerni mindkét csapatnak, akkor azt hiszem, hogy ez mind a kettő nagy fegyvertény lenne. Hát jó, nézzük a megnyitásokat, akkor nézzük a táblákat, nézzük először a kis felvezetés után. Hát a Wojtecsek Radoslav Lékó Péter, ez a modern, egyik legmodernebb változat, a vezérindő védelem futó A6 vezér C2, és ez a D5 gyalogáldozat, ez erről, ha jól tudom, Héra Imre és az ő barátja, Tuncser, jól mondom, a nevét írtak egy könyvet, nemrég adták ki, amiben Héra Imi eléggé alaposan ezt a változatot átnézte. Fantasztikus, érdekes, ez a lépés, ami most történt, ez nekem újdonságnak tűnik, ez a vezér A4. Péter azért ezeket a lépéseket, ezt a változatot elég jól játsza, ő vezérindiai specialista, nem tudom, ez érdekes, ez a vezér A4. Wojtecsekről azt kell tudni, hogy hát kiváló, nem csak hogy kiváló játékos, de Anand szekundánsa volt nagyon sokáig, és talán még most is, azt nem tudom, de a lengyel sakkozás hihetetlen fejlődésen ment keresztül. Fantasztikusok, jó fiatal játékosuk van. Pont tegnap beszéltem az egyik lengyel csapattársammal, a Dobos, Henrik Dobos, aki még a neve is magyar. Ő mondta, hogy
legalább 10, 2550 és 2600 körülti játékosuk van, tehát akárki beférne ebbe a csapatba, nagyon nagy a tülekedés a helyekért, tehát nagyon kellemetlen ellenfél. Nem tudom, Gyula, tudod-e, hogy mik voltak a legjobb eredmények? Én úgy vettem észre, hogy lengyelek azért nem remekelnek világversenyen, pedig jobbak annál, mint amennyit elérnek. Én úgy... Mindjárt egy kis majd puskát elő fogok venni. Én úgy emlékszem, hogy mintha harmadik helyen, de azok a nők voltak, nők, nem a férfiak a nők, voltak, egy bronzérmet nyertek, mint a két évvel ezelőtt. Az lehet, a női sakkozás az még erősebb. Igen, nem emlékszem rá, hogy valamikor is az első háromba, vagy az első ötbe esett. Pedig élőtt pont alapján nagyon ott kellene lenni ők, és érdekes. Remélem, hogy folytatják a jó hagyományt, és most... Hát legalábbis ellenük... nem a negyedik fordulóban igen. Fognak erősíteni. Igen, igen. Tehát ez a Péterféle, ez nagyon éles lesz, és nagyon gyorsan játszanak, tehát ez azt jelenti, hogy itt valami házi elemzés van mindkét részről, de Pétert ismerve ő biztos, hogy felkészült erre, mert ez egy nagyon-nagyon éles változat, és nagyon kell tudni. Ugye hát az egész változat eszméje az, hogyha egy picit visszalépünk, és akkor látható lesz előről a játszma, hogy... Húzzuk lépésre, hogy így látható, ez a ugye vezérindő védelem, G3 futó A6, ez minden második sakkparti manapság így kezdődik. Igen, modern változatnak igen. Lehet nevezni. Hát itt a B3 a másik lépés, huszár BD2, stb. Vannak lépések, a vezér C2 az régen azért nem lépték, mert hogy C5 után ugye le kell cserélni a D4 gyalogot, és akkor ugye a feketének jó játéka van, és akkor kitalálták ezt a D5-ös gyalog áldozatot, ami után hirtelen a sötét tisztek, ugye hát most vissza kell lépni egy tempóval vissza kell lépni. Most E4-re még vezér E7 következne, az ki is lehet rakni. Ugye vezér E4 sakk lett volna, így, azért most, kellett visszalépni. Most E4-re azt hiszem, itt a vezér E7, igen, következni, és akkor mégiscsak leütik a D5 gyalogot, tehát ez nem annyira jó lépés. Tehát ezért itt következett futó G2. Ez szokásos lépés, akkor huszár D5, hát itt lenyeri a gyalogot, de közben elmarad a fejlődésről, ugye, mert sötét lépett a futóval, kettőt a huszárra, kettő közben világos, besáncolt, fiancsettő futója van G2-n, és a királyfi egy még egy kicsit bizonytalan. Hát meg a D7 gyalog D7 is eléggé gyalog visszamaradt, igen, tehát vannak komoly pozíciós pluszai. Na most ez Bástya D1, ez csak látszat fenyegetés, ugye, mert most a Bástya D5 az nem fenyeget, mert huszár B4 villa van, tehát ez csak úgy néz ki, de Péter ki is fejlődött, ugye most Bástya D5-re, hogy mindenki lássa, huszár B4, az visszanyeri a Bástyát kamatostól, és akkor itt egy nagy baj lenne, mert azért ennyit azért még itt nem lehet áldozni, ezért következett vezér A4, én nem tudom, hogy ez a vezér A4 lépés, ez nekem nem rémlik. Lehet, hogy elő kellene vennünk azt a könyvet, de hát nem veszük elő persze a híraim. Hát azért az adatbázist mindjárt meg fogom kérdezni, hogy... Híra Iminek a kiváló könyvét, és ő ezt a változatot által Cettig átelemezte, de közben lépjünk. És huszár F6, huszár H4, és akkor besáncolt Péter, és huszár F5, D5. Hát ez valami... elméleti változat lehet, mert hogy ilyen gyorsan lépnek, akkor ez egyértelmű, hogy még tovább van, huszár C3, huszár D4, Péter, ez huszár D4, CD, én gyorsan lelépem, aztán hogy úgy, na, hát most eljutottunk a tipikus vezérindő szerkezethez, D5 izolált gyalog, ugyanakkor Péternek most ugye lehet valószínűleg futó C5-tel visszanyeri a tempót, az izolált gyalog mellett ugyanakkor van eléggé aktív tisztjátéka, tehát ezt gondolom, hogy Péter elemezte, mert ő ilyenekben nem megy bele önként, tehát... Hát addig ugye meg kivallattam az adatbázist, hát 2007-től kezdődően azért több tucat akkor ez mutatja... magas szintű játszma van, úgyhogy...
Pintér nagymesterre. Kicsit hogy, elmaradtunk az elmélettől. Kicsit az elmélettől, igen. Tegnap Horváth Csaba és Pruhászka Péter volt, ők szemben láthatóan jobban benne voltak a napi elméletben, hogy éppen hogy meg mint. Egy picit elmaradtunk, hogy ilyen Péternek is volt ebben a változatban. Ugye parti, ja, méghozzá hát nem kellemes, hogy az Aronyántól kikapott egy Vikings-i versenyen. Két éve. Két éve. Hát az igazság, hogy annyi, az mentségünkre legyen szólva, ezt a változatot annyian játsszák már, hogy ki emlékszik, hogy még. És tényleg éjjel-nappal ez a vezércéketes változat, ez most napi renden van, tehát kis mentségünkre legyen szólva, hogy azért ezt... Jó, itt gondolom, hogy le fognak fékezni, ugorjunk át a következő igen. partira. Jó. Jó, ott vagyunk. Ott vagyunk, igen. Na, ezt menjünk előről talán egy kicsit. A Rapolt Richard Huszár F3 végre, nem akarok pikért lenni, de végre valami normális megnyitást játszik. Hát ezt réti megnyitásnak hívják. Az ellenfél itt, ez réti cselszerű, de az úgy szokott kijönni, hogy a Huszár F6-on van, ebben azért jobban otthon vagyok, mint az előző változat, vagy úgy mondjam. Ezt én magam játszom mindkét színnel majdnem, de hát inkább sötéttel. Tehát itt a Huszár F6 sánc után, ha úgy jönne ki, akkor D5-C4 után akkor kijönne ez a úgynevezett réti csel, ami egy érdekes változat. De a Duda, ismerve a Raportisinek a veszélyes támadó játékát, inkább a biztos E6 mellett döntött. Különben érdekes, hogy kiszámoltuk, hogy körülbelül 37 éves, 37 évesek. Körülbelül együtt 37 évesek. Tehát az első táplásunk Péter, még fiatal ember, most töltötte be nem még a 36. életévét, de ők ketten együtt számlálnak ennyi évet. Ez érdekes, hogy ja, ha arra gondolok, hogy majdnem kétszer annyi idős vagyok, azért az túlzás, de másfélszer legalább, akkor elég elkeserítő. Na, lépjük E6, ez normális lépés, sánc, Huszár F6, Dénes 3. Ez most már, ez a D3, igen, nem biztos, hogy a legjobb. Most itt a B3-at is lehetett volna húzni. D3, hát a C4 és a D3 együtt az nem kimondottan jó, de hát nem baj azért még most. Hát szokás, most nem tudom, hogy Ricsi melyik felállást fogja választani, hogy B3 futó B2, ló BD2, vagy esetleg valami mást vezér. Szoktak itt Huszár futó E7-re vezér B3-at lépni, vagy valamilyen, meg szoktak sok mindent. Tehát ez még ugorjunk a következő játszmára. A következőre, mert azért folyamatosan a történése. Berkes Ferenc. Ő hát ezt az anti-Grünfeldnek hívják, tehát ez úgy jött, hát, hogy ehhez igen, meg te... Hát egy angol megnyitás még lehet mondani. Hát ezt te magad azért sötéttel inkább. Hát igen. Huszár C3 és D5, ennek a lépéssorrendnek a Gajewski az értelme, hogy a Grünfeld védelmet kivédi valamelyest. Még később. Tehát itt sok minden, nem tudom. Ja, most futógé. Ja, E3 futógé. E3 futógé hát ez megtörtént. De ez az E3, ez milyen? Mi nem lehet le kell ütni ott, és akkor van egy... Hát igen, az egy éles játék. Le kell ütni a D5-öt, hát itt... Ugye az lenne az értelme a világos felállásának, hogy nem lép gyorsan D4-et, hogy ne legyen célpont, hanem ilyenkor vezér A4 sokkal. Vezér A4, vagy vezér B3-mal. Vezér B3, vezér A4. Igen, ezeket a változatokat játsszák. És majd később próbálják a centrumot elfoglalni a gyalogokkal. Úgyhogy ez az E3 nagyon szolíd lépés, nagyon. Nem vett elő a nagyon éles fegyvert. Tehát itt ez a... Én ezt nem is tudom, most D4 után sánc C5 és sötét kiegyenlít, ha jól emlékszem. Én magam nagyon régen játszottam Grünfeldet, de ettől félnék a legkevésbé. Hát tulajdonképpen egy tempóforos, taras védelmet játszik világos. Na, hát ahogy én értesültem, ugye már régiek is megmondták, hogy a védelem tempóforralattól még nem lesz támadás önmagától, tehát megmarad védelem, így csak van a védelem, ez egy plusz lépésünk lesz. Hát úgyhogy itt a megnyitásban szerintem gondjaim nem lesznek. Nincsen semmi. Legalábbis ezt jósolom.
Ja, bocsánat, egy kicsit túlléptem. Balogh Csaba Kempinski. Hát ezt Kempinski Robert, akivel játszik, ő az egyetlen, akivel én játszottam versenypartit, ezek már olyan fiatalok természetesen. Kempinski Robert 1998-ban, ha nem tévedek, ifjúsági világbajnok volt, és akkor játszottam vele egy pontosan egy Európa-bajnokságon, mégpedig Pulán. Nem ő nyert, annyit mondani. De utána sajnos két év múlva egy Európa-bajnokságon visszavágott. Tehát egy-egy. Hát a szicili védelem. Najdosz változat. Éppen a tegnapi kommentátorral, Horváth Csabával beszélgettünk itt a mai közvetítés előtt, és hát megegyeztünk abban, hogy szinte a lengyeleknél kötelező a Najdorf változat, tehát akiket úgy ismerünk, az mind Najdorf változatot hát játszik. Hát igen, Kempinski is, igen. Kempinski. A Duda is talán. A Bojtaszek is az első. Igen. A régiek is, a Duda is, tehát ez nem meglepő, hogy ez a megnyitás került egy terítékre. Az, ugye Csaba egy ritkább változatot választott a H3-mal játsza. Most ez a H3, ez nagy divat. Az az eszméje, hogy valamilyen E5-re, Huszár DE2, és aztán G4, Lógiárom, stb. Ez most Nisi Piano játsza például, ugye? Elég sokat. Ehhez megint jobban értek, mint a vezércéket teszem. Mert én B3-at lépek a vezérindi ellen, tehát... Én valamikor úgy voltam értesülve, hogy ha a G3-as Najdorfot játsz, a G3 futó G2-vel, Sánccal játszaná a Najdorfot a világos, igen, akkor később H3, G4 és Huszár G2, Huszár, ugyanez a terv. Igen, most igen. Ehhez képest, ezt még a Fischer találtad ki, legalábbis az ő partjára. Mindenki emlékszem, hogy H3, G4 ez a felálláshoz képest egy tempót nyerne világos, persze hát a sötét ugyanolyan sablonosan játszana, ja, mint a G3-as. Ez érdekes, hogy mindenki arra, ez egy Fischer-Najdorf játszma a 60-as olimpián, ha nem tévedek, és mindenki ezt a H3, G4, hát abban a partiban szegény Najdorf az nem volt magánál, konkrétan olyan rosszul játszott, és szerintem ez a H3, ez semmit nem ér, de ez az én magánvéleményem. Mondjuk annyiból, hogy én is játszom egyszer-kétszer Najdorfot. Átmegyünk a hölgyekhez? Menjünk át, mert még nem láttunk a hölgyektől egyetlen lépést sem. Ha én nekem sikerülni fog átmenni. Egy másik ablakba. Ez a hölgye. Akkor ez a hölgy, ezek a hölgyek, itt vannak, igen. Itt vannak mi. Itt, ezek a hölgyeink. Itt van a... Az Ildika második táblán, Lalmira Skripchenko ellen, ugye hát a Moldáviából származó nagymesternő, és ha jól emlékszem, világbajnoki címet is tán szerzett. Jól emlékszem? Korosztályosra gondolsz? Hát korosztályos egészen biztos, a felnőttben, vagy csak döntőt játszott? Én szerintem pókerben. Pókerben? Jó, amikor fiatal volt, hát nyilván. Most is pókerezik még, azt mondják. Azt hittem, hogy most is fiatal, azt mondod. Fiatal, nem idős, hogy igen. Ja. Hát ez igen, a... nagyon csinos. Igen. Ez ugye Filidor, mostanában divatos Filidor, futó C4, futó E7, sánc. Ez sok eddig, ez A4, A6, ezt nem C6-ot szoktak itt lenni jobb helyeken? Hát meglépik ezt is, azt is, hogy milyen lépéssorrendben, azt hiszem, ezt nem lehet megtiltani sötétnek. Hát ezt nem, itt mindent léphet. H3, ez igen, és ennyi? Hát ez nem sok. Igen, úgyhogy itt még nagy izgalmak nincsenek. Igen, itt vagyunk. Na ez egy matalán, ahogy szegény Perényi Bélának volt Csacsi Pacsia, ugye, hogy a matalán katalán, ez a katalán megnyitás örömei. Hát, igen, Horváth József nagymester is azt hiszem, hogy az örökké valóságba beírta a nevét azzal a címmel. Igen, hogy katalán futó tűzereje? Igen, ebben a címmel írt egy kis magyar szakvilágos füzetet. Igen. És, most megint nagyon divatos a katalán, érdekes módon, régebben nem volt annyira. Hát ugye leginkább Kramnyik, aki hát nagyon hoztan, nagy. Igen, divatba. Én nem... Nem hallgatja senki az adást, mert én nagyon utálok katalán játszani. Legalábbis a konkurencia nem hallgatja. Nem szeretek, valahogy
A4. Hát ez ugye elmélet még sokáig, futó gyűlt, olyan csodák nem történtek, és mehetünk tovább, mert majd itt majd... Jó, ugorjuk Pape... át a férfiakra szerintem. De még a Milész, még Pap Petrát ja, nézzük meg, persze, mert a szegény Pap Petra... Hát meg a Szidóni, hát az első Szidónia. Táblán, hát a Szidóni az első igen. Táblán. Hát ez... Na, Milész Szofi egy szicil védelemmel állt elő, mégpedig a Kalasnyikov változattal, jól látom. Ugye van a Svesnyikov, a Svesnyikov az a Huszár F6 szerszerűen egy Kalasnyikov. Én nem tudom, miért Kalasnyikovnak hívják, ugye az egy fegyver volt, ugye? Hát igen, egy... Egy géppisztoly. Jó mondom? Igen, vagy, igen, így, igen, de egy a feltalálójáról nevezték el. Igen, igen. Hogy miért Kalasnyikov, hát ezt én sem vagyok annyira sakművelt, hogy ezt tudjam. Mert ugye Svesnyikov kezdte el, Jevgenyi Svesnyikov. Svesnyikovval egyszer egy szobában voltam, egészen katasztrófa volt, mert két héten keresztül a Svesnyikovat kellett elemeznem, és már annyira megutáltam, utána meg is játszottam, megvertem a Bárcait egy magyar bajnoki döntőn, de én annyira utálom, mert ilyen nappal azt kellett nézni. Ennél már csak a francia védelem rosszabb, amit Farag Ivánnal 5 évig kellett néznem. És az már, ez a két megnyitástól rettegek. Ja, D6, ez igen. C4, hát ugye ez a futó E7, ez mind elmélet a 6 huszára. Hát annyi a különbség, ugye a Svesnyikov, hogy ott kim van a huszár F6-on. Így meg nincs, és akkor itt majd esetleg futó G5-tel ki tudja cserélni a rossz futóját, ez az eszméje a dolognak. Futó E2, huszár Dézsa 4, és ennyi. És akkor menjünk vissza... Meglepő, hogy a huszár ilyen gyorsan D4-re helyezte. Igen, azt nem szokták, én. Hol vagyunk? Itt vagyunk, Láz, Szabag Máris. Úristen, ez micsoda? Ez gondolom egy, hát, egy szokásos, unalmas, igen, unalom. Anti-berlini. Anti-berlini. Változat lehet. Tehát ja, a, igen. Igen, ez szokásos. Futóbélt, huszerefat. Na, a történettel különben nagyon kevesen tudják, hogy a berlinit, azt Almási Zoltán kezdte el igazán játszani magas szinten. Persze ezt letagadják, meg azt is úgy letagadják, hogy az a D5-ös, pont ez a D5-ös változat, amit néz, nem ez a D5-ös vezér, azt is az Alma találta ki. Na mindegy, a lényeg az, hogy ő onnan vette, hogy volt Magyarországon Scherzer nevezetű amerikai sakkozó, aki állítólag szótárból tanult meg magyarul, és elkezdte az A betűnél, és megtanult az egész szótárt. Ez persze ezt másról is hallottam, hogy így tanult meg angolul magyar, igen, igen, igen. Nemzetközi mester. Igen, na nem és ő játszotta a Zoli ellen, és a Zolinak annyira megtetszett, hogy utána ezt rengeteget elemeztem vele. Én nem értem azóta se, szóval azt a megnyitást, amit nem értek. Ő ráverte velem, ráverte fehérrel és meg feketével és engem, tehát én ezt nem értek. Na menjünk inkább a partihoz. Sán? Megvert ő már, előtte már mást is. Az volt a legnagyobb, megverte a 97-ben, megverte Almási Zoltán Lékó Pétert, egy szuper magyar bajnokságban volt szerencsém nekem is játszani, és ott sötéttel megverte Lékó Pétert, igen. Szóval C3, huszár E8, huszár D5, futó D6, és C6. Hát, szerintem ez nulla, hogy egymás között vagyunk. Nem hiszem, hogy itt valami problémája is lehet. Ugye az a lényeg, hogy most elmegy a lóval, gondolom E3-ra, vagy C3-ra, nem tudom, inkább E3-ra, és akkor húzunk egy futó C7-et, és akkor utána meg húzunk egy D5-öt. És akkor mi bajunk? Ki vagyunk fejlődve? Abszolút szimmetrikus állás, egy nyílt vonalban hát előrevetítik, hogy a bástyákot lecserélődnek, hát próbálkoznak, hát az igazság annyira fejlett már a megnyitás elmélet, de annyira. Az E4, E5 is már. Hát az Aronyán ugye azt mondja, hogy E4, E5, és egyelő, akkor igen. Egyelő, ugye, mert a marsal csel ugye annyira ki van dolgozva, 30-35 lépésig, hogy döntetlen. De az a poén, hogy nem nagyon játsz a marsal csel, hanem más játszik, de akkor... Igen. Aztán persze ez nem annyira igaz, mert most már elkezdték verni egy kicsit a marsal csel, és hát a korunk nagy divatját persze a D3-as spanyolt, hogy nem bárki egyet lépnek a fő változatban.
hát azt aztán én már erről már lemaradtam. Tehát mert sokan lemaradtak idősebb nemzetközi mesterek, hogy ez a DH. Csak egyetlen értelme lehet, hogy fennmarad az összes figura. Igen, sokáig fennmarad az összes figura. Különben most az a divat, csak erről beszélünk, hogy elkezdik ezt a D3, Huszárc 3, A3. Hát gyerekkoromban a téren sakkoztak, így bíz Isten, az öreg bácsik, már elnézést. De szóval annyira értelmetlen, nem látom. Ja, különben, hogy arról beszéltünk, hogy Aronyán azért Aronyán tegnap megverte a világbajnokot, hát igen, és igen. Mibe verte meg? Nem, azért, hanem Berlinibe. Na, de igen, egy ilyen anti-berlini volt. Nézzünk a nagy rangadót, jó? Nézzük meg, hogy a Oroszország, Ukrajna van, ugye? A két orosz csapat nőknél és férfiaknál is az első táblán játszik, és vezetik is a versenyt. Iván, tehát most még nem botlottak meg, mint annyiszor igen, eddig. Ivancsuk, hát én szerintem zseni, hogyha nem lennének különböző bajai fantasztikus sakkozó. Szvidler Péter meg most ugye majdnem megnyerte a világkupát, de hát a 2-0-as vezetésről ki lehet kapni, hát ő ezt megtette. Éppen a Magyar Sakvilág legújabb számában olvastam az Ivancsukról, egy nagy orosz mecénásról volt egy beszélgetés, vagy mecénással volt egy beszélgetés, és hát csodálja az Ivancsukot. Olyanokat mondott, hogy hát volt egy-két napja, és olyan szinten megtanult törökül, hogy a sakk előadását aztán a tévébe törökül tudta megtartani. És itt van egy másik. Tehát fantasztikus agya lehet. Nagyon okos. De majd én mondok róla más történetet, az mert én egyszer egy napot együtt töltöttem vele, de nagyon jó, oroszul beszéltünk, és állati történeteket mesélt magáról is. D3, hát ugye ez is egy, amikor azóta, mióta D4-et már elég sokat játsszák, most ebben próbálták meg, hogy a... Pedig nem néztem meg, de íme egy marsa. Igen. Na hát, futó F5, igen, de most itt azt szokták lépni, hogy Huszár D2, ugye, és odaadják a Huszár 4-e, és akkor futópár, igen. És akkor lehet egy picit játszani. Ő nem az, ő VF3-at lépett, vezér F3. Ez a régebbi vált. Igen, Bástya E8, vezér E8. Hát eddig ez, gondolom, minden elmélet. Hát a mattot azt kivédjük Huszár D2-vel, ő szépen beadta a sakkot, Huszár F1, és futó Géza 6. Hát ugye lóg a futó, hát el kell vinni, és ennyi, és vége. És most majd megyünk tovább. Nézzük meg az időbeosztást, hogy mennyit... Sokkal, hát az Ivancsuk sokkal tovább. Inkább az Ivancsuk több rengett. Most azért, hát most, hogyha most leütni... Most szinte semmi időt. Hogyha leütni a D5-öt és vissza, csak úgy kirakom, jó? Persze, nyugodtan. Vissza. Lássák a nézők is, hogy... Vezér D5, és akkor itt azt mondja, hogy azért szeretünk fejben sakkozni, de azért a nézők nem biztos, hogy mindenki tudja fejben mozgatni a figurákat, úgyhogy na most itt most hirtelen nem látom, hogy futó G5-re mi van. Futó G5-re. Miért? Mit lépünk? Futó G5-re, itt elveszítjük a partit. Nem? Vagy rosszul látom? Biztos valamit elnézek, de... Futó G5 nem láttam, hogy ez teljesen... Lehet, hogy akkor... Ugye lóg a vezér, és csak berakom, hogy legyen valami szépség is a partiban. Most ha leüti, akkor egyszerűen levágjuk a D8 bástyát. A futó H2 sakkot ad, akkor leütjük. Igen, gyenge az alap. És én nem tudom leütni, mert ott a végén bástya E8 mat van. De mondjuk ezt kicsit gyorsan mondtam, hogy gyorsan mutattam, de megmutatom. Mert nekem ez természetes volt, hogy itt most az a baj, hogy ezt leütött, és nem tudjuk leütni a G5 futót, mert bástya 8 van. És akkor ez 10 for. Jó, ez csak egy ilyen gondolom, hogy azért futógél. Szvidler Péternek sokat köszönhetünk, Marshall Cserbe, emlékszel a világhírű Lékó, Stüdel Lékó part, illetve Kramnyik Lékó parti, amiben Szvidler Péter hathatós egészségével Péter élete játszmát sikerült alkotnia, mert egyel tovább ellenézte a változatot, hogy gyönyörű parti volt, amit megnyert a Péter. Igen, egy vezér D3-as hatalmas poénnal.
ugye, nézzük meg még hátra. A világbajnoki döntőn volt ez, Brissagóban 2004-ben. Na, így van. Közben a Kempinski partiban történtek események. Eljött Huszár D-eket. Tehát igen, ezt mondtam neked, hogy ez az új divat most. Nisi Piano után szabadon. Ez G4, gondolom. Hát először Lódi 5-öt lépett. Lódi 5, igen. Igen, és akkor odajött, és Huszár C3. Ne, ez most más stratégia. Igen. Ez most nem úgy játsza, most pozíciósan játsza. Igen, futó G5, beássa C8, és ennyi történt eddig. Hogy állunk időbe? Kicsit többet gondolkozott Kempinski. Hát ezt nem tudom, olyan nagyon nagy dolog van itt, valami? Nem látszik, mit kell lépni, A4-et? Vagy mire játszik itt a fehér? A4-re esetleg, vagy futóval kijön valahová? E2-re? Én A4-et lépnék. Lehet, hogy rossz, de úgy érzésre. A4-re még olyan lépés is van, hogy B4, ezt leütünk a B4-re, és akkor vezér A5. Ez nagyon érdekes állás. Nem tudom. Ezt gondolom Csaba felkészült, tehát... Időfelhasználás legalábbis azt mutatja, hogy elég gyorsan pörögtek a parti. Igen, nézzük meg, hogy állnak a Wojtaszekék. Na, ott tartottunk legutoljára, hogy Bástya D4, futó C5 megérkezett, ez nem volt nagy meglepetés. Bástya D3. Én azért D1-re mentem volna valamiért. Jó, mondjuk a D3-on jobban áll, csak ott esetleg meg lehet majd támadni. De helyen jött VL8, vezér E8, ez természetes lépés. Ugye most, hogyha általános csere lenne, most vezér H4 következett, de hogyha itt mindent lecserélnénk, mondjuk ide, visszaütne, és akkor ott, ha leütnénk mindent, akkor nem rakom ki, a végén az E2 gyalogot leveszik. Tehát itt nem lehet leütni a D5-öt. Ezért itt vezér H4-et lépett. Ja, én próbálom kirakni az állást, hát ha még volt elődje. Biztos volt, jó eséllyel. Ez olyan állás, hogy valószínűleg... Igen, hát olyan logikus lépés. Igen, hogy, szerintem. Hogy még előfordulhatott vezér H4. Magas szinten is. Mit lépne itt egy jó játékos, azt szokták mondani. Hát gondolom, hogy van egy olyan lépés, hogy Bástya D8, meg az nem Bástya D8, esetleg futó G5. Hát kidobta, azt dobtam ki nekem az adatbázis, hogy Nayer Almási, akkor 2011, ez az állás. Hát akkor benne vagyunk. Egy azon. Bundesligában játszottál. 4 évvel ezelőtt. És Huszár E4 következett. Hát az Huszár E4 az egész normálisnak tűnik. Huszár E4-re, én arra gondolom, a partiban nem tudom, ott mit léptek a Huszár E4-re. Gondolom, ha leütik, azért az semmit nem ad. Rögtön arra gondoltam, hogy egyet, ha valamit akar, a fehér csak futó E3-at léphet. Nem? Futó E3. Rakjuk ki. Így jött a parti. Kirakhatjuk, futó E3, Huszár üti C3. BC3? Vagy Bástyával ütött? D4. Húha. És akkor ott adták Remire. Hát egy pár lépés múlva. Most minden lemegy. Minden lement. D4-re ütött, és akkor. Akkor hát gondolom, hogy akkor azt leütötték. Ezt is leütötte a G2-t, és utána. Utána jött voltak. Utána. Ahogy mondani szokták, ilyen sok zsargomba. Hát igen. Ez ugye kezet történt. Fogtak. Nincs semmi. Egyezünk meg annyiban. Jó. Oké, akkor megyünk tovább. Jó, mindig ezt csinálom, pedig ezt kellene. Igen, raport. Menjünk tovább, igen. Raport nálam jött ló BD7, ez szokásos. CD, ED. Ja igen, ez a ED és Huszár C3 vezér C2. Ez egy másik változat. Éppen Horváth Csabának egy partját néztem a minap ebben a változatra, hogy vezér B3-at lépett először. Érdekes, hogy vezér B3. És a vezér B6-ra vezér C2, ez a nagyon finom játék. Hát ezeket mi már nem értjük, ez már. Úgyhogy, és utána, ugye, hogy kicsalja oda a vezért, nem tudom, hogy mi okból, de, és nyilván E4-re játszik, Huszár C3 E4-re, centrumot csinál. Hát
egy kicsit világos jobban áll rajta. Ideiglenesen Magyarországon állomásozó a szovjet hadsereg után, de aztán jött a Valeri Loginov, ugye mester, illetve nagymester, nem is tudom, hogy nálunk lett nagymester, kedvenc felállása volt ez a vezérbé 2. Szerint lehetséges, hogy a Csaba is tőle leste el, de aztán lehet, hogy önálló kutatás eredménye volt. Huszár C3, hát ez a másik. Ismered azt a történetet, amikor megjelent a győri újságban, hogy az ideiglenesen Magyarországon állomásozó szovjet csapatok tisztje örök lakást kaptak. Ez tényleg megjelent. A főszerkesztőt ezt, hogy finoman módban eltávolították az állásából. De mindegy, ez hát csak... Igen, ja, különben erről kis ellentmondás a mondatban. Igen. Erről a változatról csak annyit, hogy ezt megjátszotta Sharif nemzetű Egyesült Arab Emirátikus sakkozó ellenem, majd Alma ellen. A parti után csak annyit mondott a másik parti után, hogy hát szerintem az Alma jobb játékos, mint te. ugyanis én nem hiszem bele, Alma simán megvert innen sötéttel. Na mindegy, csak ez jutott eszembe. Ott van futó E7. Ezért C2, tehát ugye E4-re játszik a világos, és most Huszár C5 nem ütötte ki érdekes módon, hanem Huszár C5, és itt tartunk. Oké. Ez még kialakulatlan állás. Na nézzük, hol tartottunk? Ott tartottunk, hogy itt még nagyon elő. Ja, itt igen, tartottunk, igen. Hogy E3. Leütött. Futó C4, ló B6. Igen, nyilván Huszár C3 is játszható. Franc. Mini, C5. Hát ez az igazi Grünfeldes lépés, ugye? Igen, C5, Lele, Ló, C, futó G4. Ló C6, nem úgy szokták, és Ló alatt? De. Én úgy emlékszem. És aztán futó E6-tal ott. Ja, igen, úgy játszott. A C4 mezőt ott megszerzi. Dézsa 5, Huszár D7, H3, Le, vissza, és Ló Paci, hova megy? C5-re megy, nem? Úgy érzésre. Tehát te vagy egy nagy Grünfeldes. Hát én mondjuk, hogyha ez jön neki a Grünfeld, akkor mindig ezt játszanám sötéttel. De sajnos vannak ennél sok választ. Hát igen, veszélyesebb változatok is ez vannak. Most, ez annyira szép állás lesz, hát ha megyek majd Huszár C5, Bástya C8, Vezér D6, valami, valahogy, vagy jövök előre, Ló C4, Ló D6-tal beállok. A Ló C4, Ló D6. A Ló C5-t elzavarjuk a futót, vagy leütjük. Ha leütjük, az is nyereség, ha elviszi, akkor pedig tényleg, amit a Pintér nagymester mond, hogy Ló C4, Ló D6-tal egy ilyen blokkád. És utána nyerjen a jobb. Igen, igen. Erre megismered ezt? Még egy történet, amikor igen. Az, hogy a Barca nagymester volt Szabó szekundánsa, Szabó Lászlónak, és készültek Geller ellen, és akkor mondta, hogy hát kijön az állás, és mondja a Barca, hogy hát nyerje nagyobb. Hát pont ezt nem akarjuk. Hát. Azért nézzük, hát pont ezt nem akarom, Barca nagymester. Hát pont ezt nem akarjuk, hogy nyerjen a jobb. Jó. De ez egy jó. Menjünk nem tudja, hogy meg is történt, de jó. Na, ki jött az, amit gondoltunk, hogy itt a Szidóniának leütötték ugyan a C8 futóját, de hát attól még nem lett senkinek se baja. Meglő D5, beadta a sakkot, elmentünk. Na most ez a modern sakk, most nézzük meg. Azt mondja, hogy... Bekapcsolnám a gépet, legalább 3 tucat ilyen biztos, partit 2006 és 2007 között. Következő dolgok, tényleg ebben fogom léptetni inkább. 1, Huszár 1. Huszár 1, 2, 3, 4, 5, hogy leüsse és leütötte a C8 futót. Hát ez szép volt. Hát? Fekete mondjuk, jó, hát ez tök remény, hát a sötétnek semmi baja nincs. Mondjuk futópárja van, és a futópár az úgy látom, hogy a egyes embereknél, nem akarok ma neveket mondani, az mondjuk többet ér, mint $1 millió. Tehát akinek futópárja van, az már nyert. Akinek így van. De... Hát aki már hallott a futópáról, én is ugye fiatalokat tanítok, a két dolgot nagyon szeretnek a futópárt, és illetve egy dolgot szeret a futó, és egyet nem szeretnek, hogy dupla gyalogom lesz. Hát ez borzalmas. Az borzasztó, mondom, hát az a legkisebb probléma egy állásban, hogy dupla gyalogod van. Hát.
Hát igen. De a szemben látható. Ez tényleg dupla gyalog. Ez kömélyen be... Hiába minden figura. Jó dupla nem. Gyalog. Á, ja, még ez a másik, az izolált gyalog. Hát az is borzalmas bűn. Az bűn. Én meg imádom mindkét szindán. Na mindegy. Mert ott legalább érdekes a játszma. Igen. Bár inkább a világos partjaidból láttam. Igen, de sötétés a tarasból nekem kijön. De ritkán jön ki. Most például kiremisztem egy elég kellemetlen izolált gyalogot, Magi Máté volt tanítványom ellen. Az élet kegyetlen, most már megtanítottuk őket sakkozni, és jobban játszanak még mi. Hát na, ez az életrendje azért mégis. Jó, hát elég baj az. Na, hát itt még sok nem történt. Menjünk tovább, mert ez még egy alapállásszerű hölgyeknél. Túlmentem a lányokon. Nézzük meg a Gusár. Remélem, hogy jól lehetem, Szabolcsi mester nem fog leszidni, hogy Gusár. Igen. A D betűt nem kell ejteni. Na, mi történt a Paulinnal? Azt ott tartottunk, hogy futó G5-öt lépett, H6 lépett Rudolf Anna, eddig ez megszerezte a futópárt. Fantasztikus. De most visszaadja. Hát visszaadja. Hát nem, már nem bízhatunk senkibe. C6, és akkor E3, igen, helyett bárcsa a D1. Még a sakdogmákat akkor sorolhatjuk, hogy igen. Ellenkező színű futók, hát ez már nem lehet mit csinálni. Ja, biztos ez, döntetlen. Az biztos, igen. Az, hogy még egy pár tucat figura van, az ott, nem számít. Nem számít. Igen. Sajnos ezek különben nagyon nagy baj, hogy én a tanítványom részem, hogy ezeket a dolgokat megpróbálom vele kigyomlálni, mert ezek a... Meg vannak ilyen bibliák, tudod, például van biblia, azt úgy hívják, hogy Avruk könyv. Tehát az Avruk azt írja, hogy ez zöld, akkor az biztos... Hát nem, mi az, hogy totál rossz az a lépés, és semmi értelme nincs, de az Avruk azt mondja, azt mondja, olvastam az Avruk könyvben, mondom, dob ki az ablakon. Na mindegy, nem szidom, mert tényleg nagyon jó könyv, csak nem minden igaz. Na nézzük, Bástya adja egy A5, E4, és most ez igazán érdekes. Gusár Paulin, hát nem tudom. Hogy fog kimenni? Ló A6, ló B4? Ló B4. De attól félek, hogy D5-öt D5 rá fogja húzni. És akkor nem lesz valami nagyon nagy baj. Nekem ez nem tetszik. Nem lehet, hogy vezér B6-tal ki kell menni onnan hát először? Lehet, hogy azonnal azt kéne csinálni. Ki kell menni először VB6-tal, és utána meg... Vagy lehet, hogy ló D7-et kellene lépni, és D5-re ló E5-tel leütni gyorsan a futót. Tehát ló D7-re ő hát akkor el fog menni. Elmegy a futóval, aztán... De akkor meg nem fogsz, akkor már nem olyan lesz olyan erős a D7. Igen, mert addigra én is ki tudsz fejlődni. Nem tudom, ez biztos ez is elmélet, tehát volt ilyen parti. Ki van még? Maradt még valaki? Még Papp Petra maradt. Papp Petrát még nézzük meg. Na, ott tartottunk, hogy Huszár D4-nél tartott, igen. Igen, Huszár D4, ló C2, leütötték vissza, Bástya Cecília 8, és most következett semmi. Semmi se következett, tehát gondolom Huszár E3 olyan nagy meglepet. B3-ra B5, tehát még nincs mit gondolkodni. B3-ra B5, hogy a C3 Huszár elvesztette a védelmét. Ja, vagy esetleg be akarja rögtön rakni a lovat D5-re? Hát nem hiszem. Az... Nem. Arra még B5-öt is lehet lépni. Nem tudom. Az én szerény praktis gyakorlatomban volt, de hát annyira semmi, hogy... Igen, léptél ló D5-öt? Hát hasonló állás, hogy ez jön ki, hogy leütik, és akkor azt hittem, hogy jó, milyen rossz futója van, de hát nem rakta ki a huszárt. Tehát gyorsan ki tudja cserélni azt a rossz futóját. Na hát ő egyelőre a lány... Meg ott is egyetlen nyílt vonal van, hát két kézzel lecserélik. Egyelőre nem sokat tudtunk meg, hogy állunk, még hát semmi nincs, ugye? Ez jól áll, a fecó szerintem hát normális. Hát összefoglalhatjuk, igen, az egy... Hát ahogy várni lehetett, azért kiegyensúlyozottak a partik. Igen, tehát, igen, volt esek, ez is lehet, hogy... Tényleg, még nézzük meg még, ja. Hogy az... Nem lépett, még. Lépett? Nem lépett a Péter. Ricsinél meg... Két ifjú titán. Huszár azért ellen. Na, ott már végre valami történik. Ott azért na, van akció. Huszár C5 és Huszár E5. Hát jó, hát ez a tipikus. Ő megy előre, ő nem viccel a
Ricsibe azért tényleg, hogy fantasztikus, hogy mennyire aktívan tud sakkozni. Hát ez jó, muszáj rájött, most mondjam, futó E6-ra elmegy, és akkor mit fog lépni Ricsi? F4. De úgy van, megy előre. Megy előre. Számít, mindegy. De az ott a D3 pontot. Van minden. Nem fog ütni, és a futónak C4-en helye van, vezér D3. Hát nincs helye, meg a futó. De még nincs helye, meg a ló ott van. Még ott van a ló. Igen. De kb. Bástya D1-et is be lehet rakni majd, és úgy. Igen, jó, fogja a pontokat. D3 pontot fogja az E5. Hát nem, egyelőre most lelassultak az események, megnézzük, hogy azóta üzése lépett. Jó, hát mégse rapid parti. Ez nem rapid, nem lépett. Menjünk, nézzünk valami más partikat, hogy mik vannak. Pável, na eljön a Pável, Griscsuk. Jó, ja, kis Berlini. Ja, Istenem, ja, Istenem. Eljanov Pável volt a legnagyobb meglepetés, amit én láttam most a világkupán. Hihetetlen jó formában volt, és jól is játszott. Na, szerintem pehe volt, hogy nem jutott tovább, igen. Ugye? Szerintem megérdemelte volna a nagyon játék. Nem tudtam, hogy ennyire jól játszik, mert én láttam játszani, jó játékos, de hogy ennyire. Meg hát a másik, nem hiába 2753 van beírva, hát ez már de másik, ami nekem nagyon pozitív volt, hogy ez a Karjakin gyerek, ez hihetetlen jól játszik. Tehát a Karjakin, valami hiányzik abból, hogy világbajnok legyen, de nagyon kemény, és nagyon jó, most szerencséje is volt a döntőbe. De én láttam rapid partikat játszani, hát ott annyira jó játszik, nagyon kemény volt. Az én mondjuk amatőr szemmel úgy látom a Karjakinban, hogy a kreativitás egy az kicsit hiányzik. Nagyon-nagyon minden megtanult, nagyon-nagyon jól játszik. Ugye hát az köztudomású, talán tudják, hogy a világ legfiatalabb nagymestere minden idők, tehát 12 évesen, és nem tudom, hány hónaposan lett nagymester. Tehát most talán 22 éves, vagy hát, már kicsit több, de már 13 év olyan magas szintű sakkozás van benne, hogy azt várná az ember, hogy a világbajnoki címért játszon. De hát vannak nálánál, ugye úgy néz ki, hogy tehetségesebbek lehet a világon. Hát például ott van, ugye, ott van Aronyán, aki soha nem fog elérni semmit. Pedig én nagyon kedvelem, meg jó játékos, és valami hiányzik bele. Ami például a Karjakinban megvan. Tehát az, hogy küzd, és a döntő pillanatokban az Aronyán mindig elront valamit, azt észre lehet venni. És pedig én úgy gondoltam, hogy ő lesz a kihívója Carlsennek, de rosszul gondolom. Egy kis párhuzam jutott eszembe a Keresszel, az Aronyával, hogy ott van a második hely, a második, harmadik, de nem tovább. Nem, valahogy nem tud menni, igen. Már nem tud tovább lépni. Na nézzük ki, Berkes, Balogh, akkor megnéztük mindent. Akkor elvándorolhatunk valamelyik. Melyik a mi érdekes? Aronyan Adams például. Ez nem lehet egy érdektelen parti. Hát de mindenki vizét játszik. Minden, de úgy látom, hogy egy tepe, nem Berlinbe játszanak. Mindenki. Aronyan másodszor is sötét, vagy úgy látszik, hogy mert tegnap játszott a világban? Nem, tegnap előtt. Tegnap előtt? Ja, akkor tegnap előtt, igen. Akkor azt hittem, mert én közben kimaradtam egy fordulóban, meg külföldön. Tegnap játszott. Mm-hmm. De igen, feketék. Akkor ők is szint ismételnek. Hát ez már ilyen alapállás lesz a sakkban lassan. H3, erre jöttek rá, hogy ez a legjobb lépés, de itt már minden lépést kipróbáltak. De egyelőre számunkra elég gyászos ez a berlini, mert két partit vesztettünk, azt mind a kettőt a berlini. Mondjuk nem a megnyitás miatt, de szerintem közre játszhatott, hogy nagyon bíztunk benne. Hát igen. Most mi van itt? Semmi. Kijött a nagy semmi. Jó, azért Adams az a nagy nyúzómester, de nem. Jó, most C4-et akar lépni, vagy mit akar lépni? Hát C4, igen. Ne C4-re, még D4. Ja, nem azért, akkor már bejön. Bástya, D8, C4, D4, ez is remi lesz. Jó, mehetünk tovább. Hát azért nem biztos, hogy a nézőknek is ennyire egyértelmű, mint ahogy a Pintér nagymester kommentálja, meg nekem sem. Oké, Zsobava, Sarics. Nézzük meg Girit, a szuperzsenit. Nem emlékeztet egy berkes partira? Nagyon hasonlít, nem?
Ugyanaz, mint a Berkes. Igen. Csak a vezér. Hát, a futó járban és a vezéreket fordítva. Fordítva. Na, az előretörés. Gideon is. Na. Igen, erről az jutott eszembe, hogy nézegettem a mostani nagy sakkozókat, hogy a Grand Slam döntőt ugye játsszák minden évben Bilbaóba, Baszkföldön. És mind a négy, aki bejutott, mind a négy valamiféleképpen ázsiai származású volt. Hát ez nem csoda most. Tehát egyetlen európai vagy orosz nem volt közöttük, hogy tehát Giri volt, meg Anand volt, meg Szó volt, Szóveszli volt. A negyedik, nem is tudom, hogy ki lehetett. Hát ja, azt hiszem, hogy nem talán Caruana volt, mondjuk az most ismét talán amerikai, mintha ugye olasz nemzetiségű, de hol itt, hol ott élnek, azt hiszem, mintha most megint Amerikába menjenek. Igen, azt mondjuk. Hát a másik, amit a fiataloknál, ez a Giri, ez a Fischer és a Carlsen és az Anand. Nál is sokkal jobb az ő szemükben. Mindig hallom, hogy a Giri mit lépett. Hát, egyszer mondtam egy nagyon rossz dolgot a holland sakkozásról, ezt le is írták a sakkozásban. Ha Magyarországon ennyi pénz lenne a sakkozásban, akkor nálunk is lennének ilyen sakkozók. De ezt csak egy halkan mondom, nehogy meghallják. Na mindegy, ez én véleményem. De ez lehet, mindenkinek jó, lehet másra. Jó, halkan mondtad a mikrofonba közvetítésbe, jó? Igen, azért mondom, hogy tehát azért egy Aronyán, vagy egy Ivancsuk, vagy mondjam a neveket, ez sokkal tehetségesebbek, mint ő, de ez nagyon képzett. De hát jó, hát a modern kor gyermekei, tehát minden technikai lehetőség, internet, adatbázisok, tanító videók. Van minden. Minden, aki meg akarja tanulni a sakkot, az magas, legalább 2600-ig szerintem fiatalon ezt meg tudja tenni. Na nézzük. Csak hát a szorgalom, meg a kitartás, hát, ugye? Igen, az kellene. A tehetség, ami 70-80%. Nézzünk egy Tomaszewski partit, ez mostani divatos, hogy mit ezt végre. Hát természetesen azt lépték, amit te mondtál, hogy B4, D3. Ez... Még nem. De most itt. Most de ez egy antimarsal. Antimarsal, de hát ez... Hát, ez, jó, hát... Ez huszár BD2, huszár A5, futó elkötött C5, huszár C4, huszár C6, hát ez már 1970-valahányban már nekem kijött ez az állás, tehát nagy meglepetés és nincs. És akkor se volt újdonság. Akkor se volt újdonság, és nem ad semmit szerintem fekete-fehérre. A3 futó. A6, és aztán futó E6-ra kirakjuk. Még nem rakta ki. Jó, de hát ha megnézzük majd mindjárt az Ivancsuk partiát, azt a marsalcselt. Majd mindjárt oda átmegyek, visszamegyek az Ivancsukhoz. Hát sajnos nem lépett a Ivancsuk. 53, nagyon belegondolkodott. Húha, itt valami nagyon valami, vagy valami nagyon erőset léptek. Jó, mondjuk le tudja remizni, tehát a probléma nincs. Ha vezér D1-et lép, akkor is leremizi. Minden. De miért kellene leremizni? Hát az az érdekes, hogy mi van a futó D5-re, amit néztünk még. Futó D5, C5, Bástya D5, szóval igen, ezt kiraktam ezt az elemzést, de nézzük meg még egyszer. Futó D5, CD, vezér D5. Rakjuk ki. Hát itt rá. Itt rajta van. Itt van, ide. Igen. Na most, de most nem tudom, hogy Bástya D8-nál nincs jobb lépés. Van jobb lépés? Hát nézzünk körül. Hát de nem látszik. Hát mi lóg a lóga, Bástya. Bástya E8-nak van értelme, nincs. Mert a D3-at nem tudom leütni. Hát esetleg azért ott majd vezér D1-jel esetleg ott. És akkor kötél. Ja, hát a Bástya E8 esetleg. Bástya E8. Akkor le a gép, az rögtön azt mondja. Jó, az igen, kivédni. És akkor itt most biztos, hogy van valami, nem fenyeget semmi igazság szerint, olyan nagy veszély, mert nem tudsz lépni. Mi fenyeget? Hát futó D3. Futó D3-at akarsz lépni, de hát akkor húzunk egy B3-at. És ki meg futóval B2-re. Jó, ez. Hát akkor nem tudom. Menjünk vissza akkor a vezér D5-re. Itt vezér D5-re mi a lépés?
utódélt nő se lehet közbeik. Nem, nem hiszem, nincsen. Bástya D8. Bástya D8. Most lóg a vezér. Lóg a vezér, és akkor én azt mondtam, hogy Futó Géza ő. Hát lehet, hogy itt lehet, hogy lemegy BK-ba, hogy leüt, de hát a Futó A2, ez persze butaság. Hát az butaság. Ezt le kell ütni, azt láttam, és akkor Futó D8, a Futó F8? Ez lenne a... Azért? Igen, és akkor még mindig kötésben a 20. És akkor kötésben, mert hát az és most akkor... vezér A8-ra, a Futó D3 van, és igen, mi vagyunk gyorsabbak. Igen. És hogyha pedig, hogy megyek ki ebből a azért, lépek egy H4-et, mondjuk, az jól néz ki. Vezér D1. Ja, vezér D1-ed van arra is. Aha, az kellemetlen. A megvét, és akkor H5-re előtted a D3-ot. Aha, akkor ezt nem lépem. Idáig jó. És akkor itt... Idáig jó. És van két gyalog forja, és semmilyen is. Hát nem hiába mondják a gyerekek a futópát, látod? Főleg az F8 futó, az bivaly erős. Igen, igen, bivaly erős. Ja, hát nem tudom. Nem, a kérdés. A kötés. A kötés az nagyon kellemetlen. Igen. Érdekes állás. Nem látom, hogy valahogy meg kell, nem tud közelebb kerülni, mert nagyon biztonságos a király, és a Futó G6-on szenzációsan áll. Hát igen. Még jó? Nem. Hát még nincs, de azért... Hát még talán nincs, a G3 Futó G2-ben megy kész, G3. Igen, úgy kimegy, és akkor... És akkor, de akkor meg majd kompenzált. Az lesz a kompenzáció. Én már megtaláltam a remit. Igen? Hát, mert tanultam a gépekkel. Oszd meg a nézőkkel egyes. Tanul az ember. Géptől tanultam. G3, vezér D1, király G2, futóüt D3, huszár E3, futó F1, sakk, király. Ja nem, akkor... De nem. Lóg a vezér, úgyhogy... Most visszamegy, akkor rosszul. És akkor most lóg a vezér, és akkor nem. És akkor megtaláltam, hogy leütöm, visszaüti, és fűcéné, négy, és akkor kezdjük csokkolom. Minden eltűnt. Ha pedig bemegy a lóval C7-re, akkor meg valahogy kiremizem. Nem tudom, B4-jel talán. Aztán, ja, tehát bemegy a lóval C7-re. Hát ezért mondja az Aronyán, hogy nem. Hát ő már tudja. Ő már tudja. Mi még nem. Na jó, szóval azért még itt rosszabbul állunk, de mindegy. Oké, csak ez egy vicc, jó változat volt. Jó, térjünk el vissza a magyarokhoz, a Péteréknél ott egy nagy gondolkodás van a Péternél. A Péternél, itt a Dodánál csak Futó E6 következett. Futó E6, itt az nem árt, hogyha a Ricsi is azért belefekszik. Igen. Azt mondja, hogy nézzük meg a Petyát, hogy mit. Hát nem történt vagy, lépés. Hát, vagy nem. Vagy a közvetítéssel. Vagy a közvetítés. Hát 55 percet elgondolom, mennyit van. Már több mint fél órát gondolkozott. Nem lehet a közvetítésem, mert a Dudánál volt lépés a Ricsinél. Hát nem tudom. Hát Péter elgondolkozott. Egy kis tapasztalatot szereztem a közvetítésre a műszaki oldalba, tehát hogyha... Hát remélem nem az történik, hogy most hirtelenre mire adták, és senki se foglalkozik vele, hogy, ott, ja, hogy mi történt, és nem regisztrálják az eredményt, mert ez is sokszor elő szokott fordulni. Na nézzük, mert és itt akkor a... várják, hogy na lépjen, aztán már az egyik vagy feladta, vagy már döntetlen. Csak nem írják be az eredményt. Na ezt... Fecónál, vezér F3-ra, nem lépte azt, amit mi mondtunk, hanem rögtön bent oda. Egyben onnan ment T6-ra. Igen, és bástya egy ló, ide, futó G5, futó F6. Hogy fogjuk megvédeni a gyalogot? Leüti? Akkor csak nem gyaloggal ütünk vissza. Azt sem képzelhetetlen, láttam azért egy, talán a Medvei Zoli ellen volt egy ilyen partia, amit szoktam is mutogatni. Igen? A blokkádra, egy D6 huszárja volt. Hát igen, utána F5-öt meg tudja lépni, akkor jobban áll, de hogy ki fogja cserélni. De mert arra gondoltam, hogy most itt leüti, ugye? Hát gondolom, igen, hogy leüti. Utána és a lóval... cseréli a lovakat is. Nem, ja, lóval, ha lóval üti, akkor VL2. És a bástya E8, akkor futó A4. Nem? Hát gondolom, ez probléma. Gondolom, hát jó, vissza lehet menni lóval D7-tel, de az olyan ügyetlenül néz ki, attól függetlenül. Hát ügyetlenül, nem kényszer. Nem állunk, de jobban állunk egy picit, nem? Fehérrel.
Hozom majd az öcsét, Bástya D1, leütöm és Bástya D4, vagy Bástya D3, E3-ot megtámadom. Azért visszamarad gyalog. De én nem ezt mondanám, az lehet, hogy az még az is lehet, hogy így ütjük. Eltűnik a gyengeség. Jó, lesz egy szabad gyalogja. Az jó, de most hogy huszár elnék. Igen, most kiszedik, igen. Igen, most leütöm, akkor meg kilövöm, hát akkor meg izé lesz. Akkor leütöm a B3-at. Hát mint egy picit rosszabb lenne. Egy picit rosszabb lenne. Hát akkor nézzük, menjünk vissza. Hát lehet, ahogy a fecót picit ismerem, hogy leüt. Hát lehet, hogy a huszárral kell mégis. Leüti huszár és VE2. VE2 és most... Na most valami taktika van? Nincs taktika. Huszár F5-öt lép esetleg? Hát a huszár F5 az olyan a levegőbe lóg. Huszár F5-re húzunk egy bástya a D1-et. Igen, és aztán utána kipiszkálja. Lehet, hogy ezt lépi. Hát ide. Most megyünk az öcsivel. Azért szép állása van a világosnak, tehát... Hát igen, mindent középre húzott, és a D5 gyalog bár izolált. Az izolált gyalog. De az hát úgy nyomja le az ellenfél állását. Izolált, úristen, izolált gyalogunk van. Igen. Na, szóval... Meg hát az E7 gyalogot ugye azt nem azt tudom, egy picit le. jobb fehérrel egy picit. Lehet, hogy én pessimista vagyok, nekem nem tetszik annyira. Jó lenne, hogyha... Tehát az a baj, hogy ha gyaloggal üt, akkor ló E4-el kicserél, mert igen, különben F5-öt lépnék, akkor gyönyörű lenne, és akkor beállnék a fekete pontokat. Akkor jobban is állnék, de nem. Egy lépés. Na jó, majd ezt fecónak meghagyjuk ezt. Igen, hogy oldja meg. Hogy az ellenfél van lépésen, hát ő is alkothat meg. Kempinski. Balogh Csabit nézze. Igen. Na mi történt itt? Futógélt Bástya C8, megjött az A4, amit én javasoltam, nem lehet jó lépés. Mondtam neked, hogy be fogja áldozni B4-el. Hát ez a logikus. Ez a logikus. És ezt is leütötte, és bement a lópacival D5-re. Ugye hát kiütni az életveszélyes, mert... Hát a fehér mezőkön. Nem, azt nézem, hogy ha leütik a D5-öt, vezér D5, Bástya C2-re vezér a nyolc sak, vagy mi? Ja, hogy az F2-t. F2-n ott van, ott van. Már futó E2-vel azt meg tudja oldani. Nem tudom. Igaz, jó, hogy semmi. Ő mindent kikeres, vezér Dézsa 3, és futó E7, itt tartunk. Nem tudom. Az oroszok, hogy tudod, mit mondanak itt? Prosto trinulja, ami azt jelenti, hogy hosszú sánc. De az ők úgy mondják, hogy 3-0. Tehát nem tudom, hogy hosszú sánc, az nem tudom. Azért neki is lesznek ellenségei. Hogy kellene ezt? Hát leütni az E7-et, az nagyon nagy butaság lenne, mert hiába kerül a középre a király, hát villámgyorsan Bástya HD8 D5-tel kifejlődik. Egy fotó nem tud nagyon játékba jönni, most az kárt bántani. Sáncolni meg nem tud a sötét, úgyhogy... Tehát a G2 lóg, tehát az bármint, hogyha a futó lépne, tehát a világos... Volt már olyan elvetemült ember? Nem volt. Nem volt, aki leütötte a B4-et, de azt inkább ne üssük le. Vagy leüssük? Futóüt? Nem, az futóüt E4 vezére hagy sánc után. Nem, nekem nem. Akkor mit kell lépni? Álomállás az ez, egy Vesnyikovosnak. Hát, te vagy a nagy E4-es, mit kell itt lépni? Nekem nem tetszik, bevallom őszintén. Én nem szeretek így világosan akciózni, hogy nem vagyok kifejlődve még a futóval. Arra gondoltam, hogy Csabiról, nem az se jó. Csabiról azt gondolnám, hogy mondjuk egy G3-ra. Hát G3-ra, annak lenne, és akkor futó G2-vel kira. Futó G2 és de hát fehér mezőket tartja. De ezért leüti. De lemegy a nap. Hát amíg én futó D8-at lépek, A5-öt, leütöm a D5-öt, futó G6. És körbe megy a futó, és nem tudom. Aktív lesz nagyon, mert nekem meg lesz a rossz D2 futó. Jó, biztos majd leszidnak, de... Nem értek ezekhez az állásokhoz, de nekem nem tetszik, de hát... Neki van még? Ricsinél történt valami?
Nézzük meg a hölgyeket, már de régen jártunk, szegény a, lányokat, el, már megint háttérbe szorultak. Háttérbe szorultak, hát ez borzalmas. Ott tartunk, hogy vezér E2 bástya C8, Huszár E3 megtörtént, Lóe Fad futó D2-be kiraktuk, Sánc és B3. Hát itt csodák nem történtek. Jó, hát tartja az állást, hogy a masszív D5 pont, D6 gyengeség. Masszív D5 pont van? Van, még van. Igen, mert most azt néztem, hogy B5-öt. Ja, hogy már azonnal, azonnal szétverni. De vezér. A masszív D5 pontomat azonnal szétveri, aztán D5-ön is lépsz. B5, CB, D5 a szokásos szétverés. De itt nem megy most, megy. Azért az túl sok lenne, nem? Hát biztos, hogy meg kell nézni, le kell számolni. De D5 az semmi nem lesz szerintem. Ezt leütik, lóval ezt leütjük, visszaütjük a futóval, azt is leütjük és mosolygunk, nem? Hát az E3-on a huszár szerencsésen mindent megvéd. Hát ez nem komoly. Aztán besáncunk rövidre. Hát ha csak nem, persze. Hát ne, persze nem. Hát de a D5-öt is le tudjuk ütni, hogy csak ezt lépheti, ez nem engedi besáncolni. Igen, futó D3 miatt. Jó, ezek ilyen valószínűleg álom kategória, de... Elbetemült kalasnyikos, resznyikosok. Meg erre is képesek. Futó pár. Ja, azt nem tudtam. Azt mondom, ez Millió Szofi inkább taktikus. Ugyanúgy taktikus. Hát akkor benne van a hővérében. Nem annyira taktikus, mint a Szebák, de ő is taktikus. Mert mondom, ez csapattársa volt, és láttam játszani. Nőibe szokatlan, hogy... És akkor ezért F5-F4-jel. Jó, hát ezt nyomulna, hogyha... Azért nagy pénzt tennék rá, hogy ezt nem fogja meglépni, de lehet, hogy vesztenék. Nézzük a... Hol vagyunk? Itt vagyunk. Ki van most? A Rudolf Annát régen néztük. Na, Rudolf Anna legalább le tudta állni a D5-öt. Hát én ló D7-t. Ló D7-et lépett, azt meglépte. Egyből benyomta szét az E5-t. Igen. E5 futó E7. Jó, leszorította, de eléggé elkötelező jellegű van. Én különben, nem tudom, én különben nem biztos, hogy ló B6-ot léptem volna, hanem először VB6-ot, és VB4 és utána ló B6-ot, nem? Hát mert igen, hogy kihozza a vezért. De itt én úgy gondolom, hogy ez a lépés is számításba jött, hát ha csak nincs taktika, gondolom D5-tel, de hát ez nem látszik. Látszik? Nem hiszem, azok komolytalanok. Tehát, hát, vagy ide elmegy a futóval ide, és vezér D3? Hát az a terve amúgy is. És utána ott H4-jel ostromol. Jó, hát én csak mondom, hogy ez lépés lehetőség. De itt is ugyanez lesz. De most megy a lóval. Most itt is jön a futó B1 vezér, C2, aztán H4, H5. Hogyha G6-ot lép. Hát azt fogja lépni, ami mást. H4-re H5, és akkor G... Hát most bevágja a lóval D5-re. Bevágja. Aztán... Jó, bevágta, és akkor jó. Lehet még, hogy ez később. Jó, ez azért kibírhatónak tűnik. Már meg is történt. Meg is történt. Ez kibírhatónak tűnik. Jó. Megtörtént a lódiót, és nem, ki nem volt lesz. Még? Mádi Ildikót nézzük, mi történt. Skripcsenko Almira. Hol tartottunk? D5 kép, futó D2. Nem tudom, hogy Ildikó összeszámolta, én még nem, de hát 29 éve játszik már világversenyeken, 86-as Dubai olimpián. Nem, 1984-ben. 84-ben is játszott. Hát én tudom, mert ott voltam. Mert ott voltam, játszottam. 84-ben játszott. A Szaloniki-be is már játszott. Akkor meg már... 31 éve, hát ez egész biztos, hogy ez... 14 éves volt, vagy mennyi? Nem, 15. 15 éves volt. Hihetetlen, hihetetlen. Tudom, született. Ott játszott, és, igen. És fantasztikus, hát hogy mennyire még mindig, milyen jó. Na, nézzük, hogy mit. Most ezt király H1, G6, ezt nem teljesen értem, ezt a tervet, amit most itt játszott, de nem kell nekem mindent érteni. Futó G5. Nagyon nem tetszik ez a D5, nekem nagyon nem tetszik ez a... De nincs probléma, csak... De mi ez a huszár H2? Hát... Ez mi az értelme? Nem tudom, mit akart. Mert F4-et sem értem, E5 pont, hát azt se lehetett. Miért engedtük ki a futót G5-re? Tessék mondani. Vagy akkor úgy kellett volna csinálni, hogy húzunk egy G3-at, és aztán megyünk el, és a futó G5-et tudunk F4-et. De így most miért cserél ki a legrosszabb figuráját? Futó E1 azért azt nem gondoljuk komolyan. Vagy komolyan gondoljuk?
Nem kellett hát volna. Nem. Na jó, na, menjünk inkább tovább. Mert ezt nem tetszett nekem. Majd ez a hátrafelé, igen, hátrafelé. Azért az benne lehet, hogy az egymás elleni mérlegük hát eléggé negatív. Igen? Az az Ildikónak. Na, ezt nem tudtam. 3,5-másfélre vezet a Skripcsenko. Igaz, hogy már nagyon régen játszottak, csak 2005-ben 10 éve nem játszottak, de ugye a sakkozókban az is benne van, hogyha ja, valaki nagy fölényben van, akkor az a táblán is néha. Na mit jött, hogy D3, meglátszik a lépésekben. Vezér D7, ez normális, vezér F3, ló D6, G3, bástya E8, futó D2, és most ezt nézd. Minden bástya lecseltéződik, és akkor mi van? De most itt ki akar jönni a futóval, majd H3-ra valahogy. Egy pici. Érdekes, hogy Szabág ilyen pozíciósan adja elő, mert nem szokta így. Hát ugye feketének a célja az egyértelmű, valamelyik tisztet le kellene cserélni. Az tök mindegy, hogy melyiket. Vagy a, hát a bástyákat azt úgyis lecserélődik, hogy valamelyik futót hát is. Hát azokat a futókat, a D2-t meg elfedje, nehéz lesz lecserélni. Nem, hát az a cél. Hát azt, hogy hogy jó, cserél, hát igen. Hát igen, azt majd rábízzuk, hogy vezér D8 futó, valahogy, vagy huszár B5, futó E5, huszár B5-re C3-at lép, az a baj. Hát van esélyben. Feketének mi a játéka? Hát nincsen. Király G8. Az előnye világos. Ja, király G8-at lépett. Kevés, jön már. Na, ezt lépte. Végjátékban. Jó a királyot, és akkor akkor minden női partit megnéztünk. Visszamegyünk a fiúkról. Ricsinél huszár E5, futó E6 jött, futó király H1. Ugye ennek az az értelme, hogy F4-et az F4, jó. F4, hogy ne legyenek ilyen átlós. És most visszament. Nem cserél. Hát ugye most az nem fenyeget semmivel, hogy leüti az E4-et és futó C4-be bástya D1 után, csak mosolygunk. De nem látszik, hogy... Ez a Duda Krisztóf, Jan Krisztóf, huszár B6, ez elég ilyen ortopéd lépés, nem? Mit csinál ott a ló? Igen, hát nagy perspektíva. Valami, hogy mondták, hogy a ló mindig B3-on meg B6-on rosszul áll. De hát, igen, ezt is mindig szokták talán Tarrastól idézni, ja, hogy huszár B6-on mindig rosszul áll, kivéve amikor jól persze. Igen, kivéve amikor jó. Igen. Nem tudom. Jó, menjünk tovább, mert ez még nem történt itt semmi. Azt mondja, Péter lépett? Nézzük meg, hogy Péter lépette. Péter partjába történt. Na nem igaz, hogy nem lépett. Hát, 43. Hát, nem tudom, hogy mi történt. Mi történt? Hát ez érthetetlen. Mert nyilván, hát fél órája legalább gondolkozik. Vagy rossz a közvetítés. Itt van, lehet látni, hogy a move time-ot. 11, csak 11 percig gondolok. Igen, hát... Nem, az többnek pedig tűnik. Sokkal többnek tűnik. Sokkal többen tűnik. Nem tudom, ez a közvetítés, ez már feltűnt, hogy itt az idő közvetítés nem teljesen... Nem tökéletes, azt mondod? A Csabinál megtörtént a lépés, amit mondtam, a Trinulja. És most bástya C5 következett, ugye ez normális. Csaba szerintem egy árnyalattal jobban áll. Ki van még? G3-t lépett a Csaba? Nem, hosszú csáncot, amit mondtam. Hosszú csáncot. Azt mondtam én azt a lépést, hogy az lehet a jó. Nézzük meg, Iváncsuk lépette. Iváncsuk lépett. Hát igen, közben egy másik közvetítő oldalon nézzük a Lékó Péter partiját, ahol már egy fél tucatnyi lépést tettek a vezér H4-hez képest. Mindjárt megyünk vissza. Na nézzük. Hát lefagyott a közvetítés, jelentem. Igen. Valószínű, mert...
Vagy itt nem, itt van valami, ez mi ez a Huszár elnök? Próbáljuk-e felfrissíteni az oldalt, a szabad? Nem, most már megjött. Jó, megjöttek a lépések. Igen, de... Na nézzük, tehát akkor... Itt emeleti újítás. Nem Huszár E4-et lépett, amit az Almási Zoli a Bundesligában, hanem futó A6. Bárcsi, D1 is úgy lépte a D4-e. Húha! Hát ebben azért van kakaó. Futó A8, DC3. Futó F3, futó E2. Érdekes, mert ezt Bárcsi egy benyomta a vezért. Futó E3, CB2 és Bástya B1. Hát ez fantasztikus. Na Péter, itt valami nagyon nagy zsenialitás van, amit te tudsz. Azt mondja, hogy két tisztet kaptunk és egy B2 gyalogot. Hát a B2 gyalogot meg tudnánk védeni, akkor megnyernénk. Egyelőre nem úgy néz ki. Igen, hogy arra még nem látszik a módja. Ez egészen hihetetlen állás. Hát, erre szokták mondani, hogy most kellene az én eszem. Bársadény. Hát, igen. Bársadény 8-ra az a nagy baj, hogy arra futó C5-öt lép, és most nem nagyon tudjuk visszaütni, mert ha beadja a Bársadény sokkot, akkor leütik is. Na. És visszaüti. VB4-jel magáévá teszi a gyalogot. Letartóztatta. Ellenben nem tudom, hogy itt, hogyha visszaütnénk, akkor mi lenne? Gondolom, hogy vezér F4. Hát ez nagyon nem tetszik nekem. Így. Hát gondolom, hogy a Péter valami jobb mást fog lépni, mert ez így nem. Na nézzük. Te elég jól ismered a Pétert, mert szerinted ez házi elemzés? Én nagyon, nagyon gyanús. Hát ekkorát színészkedni nem lehet, hogy ez zabálja az idejét. És... De hát akkor mi? Az idő, nézd meg, hogy... Ugyanaz. Ugyanaz? Hát én nem tudom. De úgy érzésre. Mi a jó lépés itt? Mondja nekem egy jó lépést. Én még azt is elgondoltam, hogy Bástya T3, de hát az már az végképp teljesen nem hiszem, hogy ez. Bástya hármat leütjük, és király F1 után mi az Isten lépünk. Tehát. Igen, meg leáldozhatja még a három könnyű tiszt, az se olyan három könnyű tiszt lesz a Bástyát valahogy. Ja. Futó C1-jel. Vagy... Futó C1, az is. Futó... De ott még az agyalog megvan. Ha nem lennek agyalogok, talán kéne igen, minden, igen, hát jó, akkor... Akkor lehetne küzdeni, de nem... Még össze-vissza vannak a lógnak a tisztek. Mi van itt? Valami. Biztos, hogy van valami, mert különben nem ment volna ebbe bele. Ja. Az, hogy... Hát Bástya E4-e. Világos napon kevés idő. Hát a sötétnek még ha több mint fél órában azért. Jó. Ja. Jó, de mit lép a fehér? Vagy a fekete? Uh-huh. De nem itt, figyelj, itt 1 óra 30 perc van beírva, nem 1 perc 30. Másodperc, igen, az 1 óra 30 perc. Ez 1 óra 30 perc van, tehát ez A-tempó lépegetett, ez azt jelenti. Ha jó, hát ezt meg kellene nézni. 1 óra 30 perc, tehát ez egészen döbbenetes, hogy az ellenfél a 25. lépésnél jóformán nem használt időt. Vannak, uh-huh. Valami, vagy zsenivel van dolgunk, vagy rossz a közvetítés, vagy mindkettő. És különben meg nem látok lépést. Mit lép a fekete? Futó 3, vagy ilyesmi sincs.
Vezér F4 vagy O4. Inkább vezér F4. Ja, arra futó E4-et lép, vezér O4, futó E4. Vezér O4, amit te mondtál, az jó. Igen, vezér, futó E3-ra, hát igen, hogyha megvél, arra vezér A4. Ez a vezér itt nagyon aktívan ugrobugrál. És futó E4, ugye leké, hát futó E4, ezt levágjuk, ezt leüti. Hát az... Nem, küzdünk a nagyon, nagyon nagyot küzdünk itt a remélye. Hogy sem volt belső D8? Nem, leütjük az A3-at. Hát itt kérdéses, egy kicsit éles az, hát a B2 gyalogba kellene bízni. Hát valami, biztos, hogy a Péter tud valamit, amit mi nem. De... Reméljük legalábbis. Hát a futó A3 néz ki annak, hogy még valamilyen esély, az úgy néz ki, hogy ott van. Hogy a, de hát az a vezér A4, az nagyon kellemetlen. Nekem most jutott egy lépés eszembe, ami nagyon furcsának tűnik, hogy huszár dénes 5. De hát ez is biztos. Huszár dénes 5, és ha leüti, akkor visszaütjük. És akkor mit lép? Valószínűleg vezér C4-et lép. Mert annyi, azért lépnék huszár D5-öt, hogy az F3 futót azt ne tudja elzavarni. Meg huszár C3-mal. De azt nem látom, majd mindegy, megmutatom, hogy ide, ugye ez egy lépés. És most hát ezt le kell ütni, mert ha másképp, de még itt vezér A4-et is léphet, de az azt ne, azért, azt, ne, arra, hát nem tudom, az is lehetséges. Na mindegy, először nézzük meg, hogy ezt leüti, vissza, és vezér Cecilia 4. De miért nem tette a B2-t? A mattot kap egy lépésre. Előtte kérdeztem. Azt mondja, hogy milyen állás ez? Ez semmilyen, mi? Hát nem tudom. Nem tudunk közelfékezni, nem tudom közelfékezni. Nem tudjuk javítani nem. A tiszteket. Nem, ennél jó, mert a futó F3-a jól áll, de meg is tudja betonozni, de hát azért az kevés lesz, nem? Hát G5 vagy nem? G5-re G5? H3-ot lép. Ja igen, G5-re H3-ot. Aztán G4-et, aztán már ki is jött. Na jó, mindegy, majd így megnézzük, hogy ők valamit tettek el az állás. Mindenesetre ez nagyon érdekes állás. Hát Péter valamit tudhatott, mert nem látom. Na jó, szerintem nézzünk más, majd biztos kiderül, hogy ő valami. Jó, nézzük a többit. Többit nézzük. Azt mondja, a Raporticsinél még történt valami? Semmi nem történt. Na, Gajewski. Na végre itt. Hát úgy jutott vissza, hogy mondtuk. Futáfad Gijev. Vezér Feri 4. A 24-et jó, mert azért volt az a 24. 24 talán attól félt, hogy 24-et leütik, és Lóci jött-e, leütik a B3 futó, de ott is egy D5 szabad gyalogja van. Nem tudom, én jobban tetszett. Vezér F4, huszár Cecil 5, futó C2, bácsa C8. Hát ezt elértük a maximumot, mert most ló E4 már sokkal rosszabb. Sőt, hát ott múlva hát rossz is. Akkor megmarad a D6 huszárom. Ez tetszetős. Ezt nekem tetszene. Mondjuk a 20 C5-ön nem látom, hogy mit fog csinálni. Majd mondjuk annyi, hogy B4-re mindig A6-ra tudunk menni. Hát mondjuk B4-et biztos nem fog lépni. Hanem húz egy, mit fog húzni? Bástya E3-at? Vagy vezér D4-et? Vagy vezér D4-et is léphet? Az még egy kicsit bizonytalan. Nekünk az lenne az ideális, ugye a C3-at lovat lecserélnénk a C5-ért, és akkor az akkor nagyon, nagyon kellemes állás lenne, azt még nyerésre is lehet játszani. Kis időhátrányunk van, az nem lényeges, megyünk tovább. Azt mondja, hogy Csabi lépett azóta? Nem lépett. Hát az történt, hogy itt, amit megbeszéltünk, hogy vezér D3 futó E7-re hosszú sáncolt, és bástya C5. Ne aktívan áll a fekete, nem vagyok túlságosan lelkes ebben a partiban. Szerintem semmi nincs. Van? Én nem látok semmit. Menjünk a hölgyekhez, hát ha történt valami.
Hát, király G8-a C3. Lehet. Hát veszi a pontokat, de hát építkezik lassan. Nem olyan nagyon. Ennek mondjuk döntetlennek kéne lennie, vagy kéne tartani a világos sötétnek az állás. Skipchenkónál Ildikó Váscsai egy. Ennek megint nem, mondjuk az az ebben az állásban nehéz, hogy mi a terv? Igen, nehéz tervből talán. Nem tudom, hogy mire játszik. Nincs előre menő feketének, meg ott van az F5. Ott van, igen, F5, te jön majd. Akkor húzza meg, amikor már jó elő van készítve. Az itt a hölgy, ez rátalálta a helyes útra sajnos. Igen. Mert itt vezéreket ülő futó C2-t. Hát, vezér D3-E4-et akar, vagy D3-at. Kettő közül, melyiket vezére E4-en, vagy a negyedik soron, és ott na, kövékeny. Nem, ezért csak a mi elemzésünk. Ez azt a mi elemzésünk. Azt hittem, hogy ez már megint megdöbben. De természetesen ez ágában sem volt, ez lépte. Nem. Hát ez vezére E8, jó kis passzív lépés. Hát ez valamelyik orosz lépte nekem ezt a vezére E8, vezér C6-ot. Na de most nagyon jó, hogy B5-öt akar lépni. Ez nagyon jó, mert F3-on fel tudtuk védni a védőállást. Futó D8 jön át a hosszú rövid sánc, futó B6, és kimentünk király H1-re, gondolom. És akkor játsszuk a kicsit előnyösebbet. Habár most, hogy van az? Ha leütik, akkor mivel ütjük vissza? Mert nem nagyon tudjuk visszaütni. Vissza tudjuk? Ja, vissza tudjuk. Nem, vissza tudjuk futóval is. Hát persze, jó, de az nem aztán tudom. Bemegyünk B5-re. Hát nem, arra gondoltam, hogy futó B5-re lóbb D5-öt lépek, az milyen? Ez milyen végjáték? Hát ez biztos fehér áll jobban. Ha lóval üti, akkor CD, és akkor ott a D6 gyalog gyengén áll, de hát azt is ki fogja remizni, nem? Jó, de hát ott az egyértelműen a D6 gyalog. Lehet, hogy lehet játszani. Az, de még valószínűleg király H1-re, amit fog lépni, gondolom. Lehet, hogy nem üti le, hanem ide jön. Húzzuk a Bástyát, Cecilia-re. És akkor nem volt sok értelme. Mint jobban áll a fehér, nem? Aztán be fogunk ugrani egy jó irányzott lóval. Igen. Valahol. Ja. Még azt se kizárt, hogy F5-re. Jó. Akkor mi van még? Más, Ildikó megvan, hát megvan, ott nem. Na nézzük, hogy Iván. Ez is a mi jellemzésünk. Az a még a mi jellemzésünk. Igen, van. Akkor itt B4 következett, tehát G3, B4, H4. Micsoda lépésektől? H5-tel el akarja fogni a futót. H5. És azóta. Jó sokat gondolkozott, igen. Jó, hát azért van miből, mert 19. lépésnél tartanak. Mert igen. 3-4 órája van még. Picit azt mondja, jobban áll. Milyen partik vannak még? Nézzünk körbe a férfi versenyen. Férfiaknál Szidler Péter volt. Nézzük a többit, a Kristukot néztük egy pillanatra. Hát ez nem sokat változott az ott. Igen, nem rágjuk le a körmünket pillanatosan. Krivorucskó, az megtörtént, amit mondtunk. H3, H6, Huszár 3, Futó E6, Huszár D5, Huszár A5, Cecilia 3. Ezt úgy szokták, hát nincs, úgy szokták, vagy leütnek és Bástya B8, vagy kiütik, vagy a B3-mal nem áldozzák itt be. Hát B3-mal nem, úgy is szokták, hogy leütik és C4, meg sok mindent szoktak. Hát még ez, és nézzük azt a partit, nem néztük még arra sincsen. Hú, de micsoda parti ez. Nézzük előről, mert olyan furcsa. Igen, két furcsa. Futó, két huszár. Tegnap ilyen partim volt, hogy az ellenfélnek két futója volt nekem, két huszár. Aztán sikerült elrontani. Ja, ez is egy Grünfeld védelemnek. Hát ez Károkánnak is, meg mindennek Tarastól kezdve. Taras nem annyira. Igen, Károkánnál, igen, a panok támadásnál. Abban jön ki, igen. Tárgyalja. Bástya, huszár A4. F6. Húha, milyen lépés ez az F6. E5 pontot kivédi, jó, de...
Hát ez az Arasjenko, ez nem viccel. Nem, egy olyan... Hirtelen eltűnt, jó? Hátrafelé tologatos, és akkor itt ütötte. Leütötte. Visszament C2-re, Vássa Feri 7, és így állna. Hát, nagy meccs lesz ez is. Nagyon nagy meccs. Nem tudom milyen, de ez megint értékelhetetlen, mert minden lehet, és annak az ellenkezője is. Hát igen, mert ha lecsípi is a C6-ot, akkor meg a P7 futó az nagy erő lesz. Ugyanakkor a beugrik a D5-re, a C5-re. C5-re, akkor kutti. Meg ott... Neki hát ilyen nagyon... Nem, mert azért feketének is van játéka itt, mind a kettőnek. Nézzünk valami mást, mik vannak még meccsek. Vasíra, Graf, ez még nem érdekes. Ezt megnézzük. Eduard Román és Perunovics Milos. Hát ez... A francia védelemnek tippelném. Hát igen. Valószínű. Eduard Román. A romokból ítélve. Mert tényleg elég romos volt az állás. Igen, ez a G7-en áldozós változat, ami... Nagyon-nagyon érdekes. Hol az esötétnek jó, hol világos. Ez a Király D1 az elég furcsa. Ez no, meglát, nyilván többször megjátszották a világtörténelembe. Biztos, ez van, volt Király D1 többször. A Király D1-ről úgy eszembe egy történet, hogy állítólag Korsnoy kihívta Marócit ilyen transzcendes játszmára. Igen, és le is közölték a játszmát. És a Marócsi olyat lépett, amit abban az időben még senki se lépett, tehát ő is követte fentről követte az ujjjelmet. Az eseményeket. Nem, hát a Marócsi halhatatlan játékos volt, hát annyira innovatív is volt, hát ugye még a fiatal, az első, ugye korábban, 30 éves koráig, amikor ugye a profi pályafutását be kellett fejeznie, megélhetési problémák miatt. Hát igen. Akkor nekem hát elég furcsa párhuzam a Rakótricsinek a tegnapi játszmája. Az ott úgy játszott ezzel az F4, C4-jel, mint a 100-120 évvel ezelőtt így próbálgatták ugye világossal ezt a F4, E3, D4 és C4, így próbáltak támadni. Úgyhogy mintha akkor játszották volna, mostan nem mondják meg, hogy kik a sötét és a világos, akkor biztos nem 100 évvel vagy 120 évvel előbbre datálna. Szóval az sok biztos. Ember, hogy azt úgy játszották. Na nézzük, ez valami elmélet lehet, mert ez itt fantasztikus dolgok történnek. Igen. Futó Cecília 1, Dénes 3, beütötte az F-et, és Király D8, és így állunk. És most vezér F6-tal, most feltakarással fenyeget lenyerni a vézert, DC2 sakk, és most gondolkozunk, hogy mi a... Jó később, mint soha. Hát ez tipikus parti. De hát ugye most itt sok lépésünk nincs, mert vagy leütjük, vagy Király D2, máskülönben leütjük a... Vagy nem, vagy más is van meg. Ja nem, akkor elé állok a kézének. Nem, hát csak vagy azon gondolkozik, hogy Király D2-t lépjen, vagy leüsse. Király D2 vezér D4-ra. Arra futó D3. Arra futó D3 kifejlődő. Király... Még mindig nem... Hát megoldottam. Nem, huszár F7-t is fenyegetne, csak az C6. Igen, minden. Felfedések jobbról balról. Király D2. Király D2. Akkor az a szimpatikus megoldás. Első ránézésre, hát azért persze nézni kell, hogy... D4. Király D2-től a D4? Hát az van is, akkor is kijön a futó D3, vagy valahova. Hát persze. Hát milyen... Fekete nem nagyon tud ezzel. Nem nagyon látom itt, igen, érdekes. Valami. Kacsér Szedlák, ez a Bakró Márkus. Nézzük, ez jó összevisszaság. És a Kacsiernél meg ez valamilyen. Jó, te átlátod, Jóska, de azért a nézők is azért a nagy táblán nézzék. Bocsánat, meg. Nézzük meg, ez milyen megnyitás volt, senki se tudja. Hát ez... Ez valamilyen futó, hát ez a... Igen, hogy mondják? Nálunk postás hívják. Az angol nyelvterülete meg London. London System? London Systemnek mondják. Ez gusztustalan, de...
Hát ugye ez elég egyszerű sakk. Aki ezt játsza, az arról lehet tudni, hogy nem foglalkozik elmélettel. Mondjuk ez a Szedláka, ő inkább hát egy natúrjátékos. Tehát jó, nem tehetségtelen játékos, de ő se egy megnyitási búvár. Jó. Jó, oda fogunk mindjárt kerülni a Péter, hogy itt azért a hírnök jő, hogy azért nem annyira egyszerű az az állás. Nem annyira egyszerű lett volna az az állás, de mindjárt belenézünk. Akkor most megnézzük a magyar fiúkat, hogy mi a helyzet. Itt futó a három következett. Futó a három. Hát igen, és most van az a vezér a négy, nem? Igen. De most akkor még egyszer Bástya D8, és most nem értem, hogy mi, ja, hogy úgy. Bástya D8, és futó C5-re visszaütjük. És most vezér F4-re futó E4 van. És a komat... De még az nincs állás, vége. Nyilván nincs vége. Nem, én ezt nem igaz. Most nézzük, hogy vezér F4-re mondják a futó E4-et, és mi van, hogyha én itt letámadom? Akkor most mit tetszik lépni? Lehet, hogy én nem értek ez, de én úgy látom, hogy itt elvitték a táblát, nem? Ezt a Ribli Zoltán nagymester szokta mondani, hogy most a bíró elviszi a táblát. Ez azt jelenti, hogy, hogy elvesztettük a partit. De, már nem szabad nézni tovább. De tényleg most mi van? Vagy én rosszul látok? Vagy? Én nem látom én sem az eredményt. Én ennyit látok. Szerényebb képességeimmel is erősen figyelek, de... Nem értem, hogy itt mi a... Jó, az egyértelmű, hogy itt... Ja, itt futó E4, annak... Ja, itt futó E4? Hát esetleg. Ja, itt futó E4 esetleg. Aha. Na, de hát az is, hát ha... futó a hármat lépek, és leütöm a B2-t. Hát akkor se nyerünk, mi nyerünk. Azért ja, arról nagyon nem, messze. Nem mi játszunk nyerései, de ott lehet, hogy futó E4-el visszaáll, és akkor... Igen. Bár... Futó E4 F3. F3, és akkor hát F6 is lóg. Jó, hát nem tudom, izgalmas. Lehetséges, hogy egy Houdini, vagy nem tudom, most Komodó, mi a... Komodó, most az Isten a Komodó. Most Komodónak nevezik a sakkistent, igen. De az változni szokott egyébként elég gyorsan, hogy az ki tudná tartani ezt. De meghaladtuk ezt az állást a partiba. Futó A3 következik. Most itt azon gondolkodom, hogy itt vezér A4, ugye egyetlen, mert futó E4 eléggé durván fenyeget. Igen, valahogy le kéne ezen. Hát, az B2-t valahogy le kéne vagy halászni. De hát futó E4, erre Bástya E4 nyeret tisztet, tehát ezt nem lehet kérni. Hát, tehát futó D4-re Bástya E4, ez nagyon nagy butaság. Igen, lenne. Igen, F8-ra visszavéz a futó, nincs semmi. Ez nem jó. Én szerintem hát a vezérrel kell ugrálni, mert különben baj lehet. Hát most ugye sok választásunk nincs, mert ezt le fogják ütni. Ha elmegyünk, akkor leütik a B2-t, tehát futó E4, ugye vezérüt A3, futóüt B1, és akkor ide. Most elmegy a futó valahová, és akkor futó. Az nem lesz jó, igen. Lehet, hogy én különben ilyenkor... Egy kis helyet? Egy kis luflok. Hát, nem lehet egy A3, G4, igen. Amit te mondtál, ez jó. És akkor futó F3-ra G4, ez kellemetlen. Jó, rosszabbul állunk, de van esélyünk. Van esélyünk azért, igen. Még pedig nem is kevés. Nem is kevés szerintem. Ez ki fog? G4-et megakadályozni. Ezt a Péter... Péter, ezt kiremizi. Van egy gyalogunk, egy Bástya huszár mellé. Na, azóta történtek lépések? Nem futó a... Nem, futó a hárban, itt tartunk. Jó, Ricsit nézzük meg, mert Ricsi. Ott a teletáblás állás. Ricsi...
Ricsinél, amikor elbúcsúztunk tőle, a akkor Király H1, elbúcsúztunk, Király H1, Huszár LB, Huszár B6, Huszár B6-ot nem értettük, nem, igen, Bástya D1, Bástya C1, Ló D4, Futó G4, Feri 3, Futó D7, Futó E3. Na ez az, ami, ez amit én az az igazság, hogy ezt az, én azért úgy érzésre, ez a stílusa a Ricsinek. Előkészítésre elkezd majd támadni, és az, én szerintem ez, ebbe a partiba állunk a legjobban, érzésre, nem? Igen, igen. Ez kellemes. Nagy óriási formában van. Igen, mindent megerősített, szépen felfejlesztett. Ott van az a B6 huszár, ami nem, hát most, nem játszik. Hát talán azt akarja, hogy leütni az E4-et és DN4-re lócinit, de arra lépünk egy futó F2-t, aztán mindent visszazavarunk, és megindulunk F4-en, akkor fel fogja adni. Jó, ebbe bízom, ebbe a partiba. Na nézzük a hölgyeket. Ugye még már a Berkes, a jó, a Csabát meg a, nemrég meg néztük. Meg a Berkes, de nézzük meg őket sorban most. Hát itt érdekes gondolatok vannak. Mi volt itt? Bástya E3-at lépett, amit én mondtam. Nem a szerintem nem egy nagy találmány. Leüt. Huszár E8, Bástya E1, Lódiat vissza. H4. Hát H5-öt, H5-re vezér, H6-ot akar lépni. Azért ettől nem kell annyira. Nyíl, nekem itt van egy jó ötletem, de nem tudom. Én ebbe az állásba Bástya C7-et lépni. Bástya E7-et? Hát ha sikerül lecserélni, akkor az lenne az én álmom. De lehet, hogy nem, mert arra gondoltam, hogy Bástya C7-re Bástya E3-at lép, hogy ne tudjak Bástya E7-et lépni. Tehát erről van szó, hogy mutatom is, hogy ide, és ide megy. Most akkor nem tudok Bástya E7-et lépni, mert most leütheti, ugye? Mert nem sakkal ütöm az E1-et. Tehát ez vigyázni kell. A Bástya E3-ra nem tudom. Akkor nem biztos, hogy jó ez a Bástya C7 lépés. H4, H5-nek azért nem tetszene nekem a H5, mert akkor majd jön ilyen butaságokkal itt menni, de nem? De a vezér F8. Jó, még azért nem tudom, lehet, hogy H5. Meglépi a fecó a H5-öt, vagy nem? Szerintem nem. Ahogy én őt ismerem, nem fogja meglépni. De mit fog lépni? Hát ez az. Hát neki le kellene cserélni. Lehet. Le kellene cserélni egy bástyát, az alap lenne, de nem olyan egyszerű. És az megy majd butaság, hogy A5, B5-tel ott beindul? Hát nem, hát neki valamit kell csinálni. Lehet, hogy rögtön B5-öt kell, de rögtön B5-öt kell lépni, nem? Hogy egyből B5-öt, igen. Mert ott vannak a... Hát ott van nekünk a játék. Ott van a játékunk, meg ott van a két könnyű tiszta C vonalon, a B gyalog nem nagy. Hát az a B5-re esetleg húz egy H5-öt, és akkor A5-re H6-ot. Hát igen, van valami, amit mondasz. Valahogy meg kellene már valamit csinálni, mert... És a B5, ez a baj, ez elég gyenge ez a gyalog. Mert ha a király G7-en állna, akkor tudnánk lépni valamit, de így nem. Na, akkor is ki van még? Jó, hát akkor viszont a H5-öt kell vállalni, nincs mese. Kettő akkor között kell válogatni. Itt a Kempinski. Tehát ott tartottunk a Szossánc, Bástya C5 és VF3. Hát igen. Hát ez lokál, normális lépés, igen. Kihozza a futó. Hát attól, ja nem, az, aha, az a jó. Most, hogyha ilyen generált csere lenne, az nem jó a feketének, ugye? Mert hogyha leüti a D5-öt most, azt néztem, hogy ezt leüti, akkor gondolom, hogy gyaloggal nem ütünk vissza, a mattot kapunk egy lépésbe, tehát azért ezt nem. Ide, leüti. De amúgy is jó lecserélni azt a bástyát. És amikor ide jön, akkor én ettől, akkor itt ez egy kellemes kis hát ez az dolog. Hát nincs az F8 bástyának nincsen. Nem, hát az hogy most E4-et tud még lépni, de arra vezér G4-et lépünk. És akkor mégis a C vonalat lefogtuk, és akkor jól állunk. Jó. Hát persze ez csak ilyen álomváltozat. Hát, még mindig volt vezér F6. Hát ott még ott piszkálódhat. És akkor F2 ott lóg, és még jön a tehát itt jött VF-án. Teljesen tiszta. De hát azért ez egy olyan alszabad gyalogot, ha szerzünk, az nem sok mindent megér.
Igen. Igen, most nem tudja még az ilyen futódiótra bástyadiót. Nem tudom. Ez megyünk, ez még küzdelem, ez, nagy küzdelem. Ilyen futók, olyan parasztosan, ilyen, mint a nézők játszanának, hogy ilyen futógél csak sánc, és akkor F5-tel nyomulni. Kabalok-Csabi partijában, Értem. Az ellenfél. Ez érdekes különböző, hogy itt megint nem léptek. Ez meglepő. Megnézik a chessbombon is. 25 perce gondolkozik. Ezek gyanúsak nekem. Chessbombon sincsen lépés. Mi lehet itt a vezér A4-en kívülban lépés? Van? Hát hogy ne lenne. Van olyan lépés, hogy vezér D-nes 4? Nem? Van olyan lépés, igen. Itt a chessbombon a nem tudom micsoda az Isten, ami be van kapcsolva. Ja. Stockfish van itt. Stockfish, hát az igen. Az jó különben, én is azt használom. Stockfish meg Komodo, ez a kettő, ami jó. Hát, vezér D4-et ad? Vezér A4, vezér A4, C4, D4, hát mind a hármat adjuk. Ennyire jók vagyunk? Ilyet kitalálni? Hihetetlen. Nagyon hát mondja, nem egy meglepő, másra nem tudunk lépni, mint a vezérrel. Ezért viccesen mondtam, hogy tényleg, hogy utána lépésünk sincs más, tehát csak az kell. Igen, vezér A4 néz ki a legnormálisabb. Igen, azt mondja, arra azt tartja a legtöbbre. Igen, hát ez már benzin nagy edet már lényeg. És azt mondja, hát nyilván ezt a varit, amit lehúztunk, hát az a... Ezt már fél órája mondtuk ezt a lépést, tehát nem olyan nagyon nagy. Majdnem olyan jók vagyunk, mint a gép. Kitaláltuk, nem volt egy nehéz. Na nézzük Iváncsuknál, mi történt. Tehát ott tartottunk, hogy ló F1, futó G6. G3, B4, ez megvolt, H4, H5, le C4, ló F6, futó D1. És ez anyját, ez a futó D1, ez nagy lép. Vagy Jóska, te se gondoltad volna mondjuk 30 éve, hogy egy gyalogért mondjuk ezt a állást, hogy így szenvedni kelljen, ezt vállalod egy gyalogért, hogy így kezded el én a partit, az biztos. Én most sem. Nem akarom mondani. De hát ez a modernság, hogy a kis előny, tehát valami előny szerezni és megtartani, az benne van. Barca nagymester mondása, de azt inkább nem mondom, hogy van finoman körülülöm, hogy van sok magyar játékos, egy gyalogér még a kutya hátsó részébe is belebújna. De na jó, mindegy, szóval. Itt most tényleg Iváncsuk különben hihetetlen sokat számol. Tehát ő egy számoló sakkozó, tehát ő mindent kiszámol. És ha ki lehet számolni, ő kiszámolja. Mert tényleg egy... De különben zseniális sakkozó. Ja, csak Iváncsukról történetet mondjak, mert ezt már egyszer elmeséltem. Hát két fantasztikus történet van. Az egyik, hogy 1992-ben, ha jól tudom, akkor voltak a Ukrajna, akkor szakadt el, vagy nem tudom, az, tehát ilyen... Hát 91-ig volt, 91-ben volt bomlott fel a Szovjetunió, 92-ben ugye az úgynevezett független államok közönsége volt, tehát még egy laza szövetség volt még, de már nem. Szovjetunió, igen. És aztán lehet, hogy 92-ben már Ukrajna lépett a fákból is. Na az volt, hogy akkor valami nem volt a szövetség, de akkor már játszott Ukrajna néven olimpián, Manilában 92-ben én is játszottam, és az a hír járta, hogy akkor még a szövetségnek nem volt egy fillére se. És Iváncsuk befizette az egész csapatot az olimpiára. Igen, ezt én is hallottam. Ez egész hihetetlen teljesítmény. Ha belegondolunk, hogy mennyi pénzbe kerülhetett, és meg a másik történet, amit ő mesélt, hogy Iváncsuk elment vezetni, motorkerékpár vizsgát tenni, és akkor szépen olyan körpálya volt, és ment körbe-körbe, és hát szépen ment, adta gáz, és egyszer eszébe jutott egy változat, és elkezdte számolni, hát a következő percben fenn volt a gumifalon, összetörte a motort, és minden. Gondolom a vizsga se sikerült. Hát, de a poén az, a végén a vizsgabiztos oda ment hozzá, azt mondta neki, Iváncsuk úr, én önt nagyon tisztelem, átengedem a vizsgán, egyet kérek, soha nem motorozzal. Ezt Iváncsuk maga mondta el nekem, ezt a történetet. Tehát, ez mutatja, hogy annyira mély, annyira szer csakkozni, hogy minden, ezt még Kluge Gyuláról meséltek, hasonló tűnt. Igen, ez más
Tóni is hasonlott a történet, hallottam, aki valami szakmát elpróbált sajátítani, és amikor ott volt a mestervizsga, vagy az érettség, valamiféle szakvizsga, akkor ugyanez a történet, hogy átengedem, de a szakmár közelébe. Igen, igen. Ez kétségtelen. Na nézzük, hát a történtek valami történések a magyar lányoknál. Hát kijött a futópár tűzereje. Igen, alulról lő. Igen. Na most az történt, hogy C3, Bástyút 1, mentünk E8-ra, C4, leütjük, vissza, és most itt állunk. Hát nem, azért lehet játszani. Kellemetlen. Igen, nem tudunk cserélgetni. Még nem, többet nem lehet cserélni. Hát ez az a baj, hogy nem tudom. Nem, a D6-on az a lóseg kimondta. De most azt akarom mondani, hogy most már nekem van egy ötletem a kiremizéssel kapcsolatban, hogy leütöm és vezér E6. És akkor persze képes vezér E2-t lépni, és akkor avval fogsz. Hát igen, egy kicsit jobban áll, szórakozni. Szórakoznak két oldalig gyalogok, és futópár. Skripcsenko. Ott már reális a futópár. Na, huszár H2, ezt még megnéztük, futógét Bástya 1H6, futó E3, vezér E7, vezér D2, Bástya E8. Hát felvonult szépen az Almira, az Ildi megtartja az állást, és hát... Ez mi, az A6 gyalogot nem cserkészünk be valahogy? Nem nagyon. Nem nagyon. Mert azt szeretném kiszedni belőle, hogy A5-öt lépjen, legalább nekünk is legyen valami pont. Hát most akkor visszamehetünk E2-re. De akkor leüti az E3-at, és akkor vesztettünk egy tempót. Hát csak nem ütjük vissza a gyaloggal. Akkor minek mentünk oda? Ja, igen, ha D3-on megyünk, akkor huszár C5-t. C5-t beleléptünk, igen. Habár azt le lehet ütni. De, hát, de cserélhet E3-on is úgy lóci. Igen, úgy is lehet. Ez megy álló. Álló háború egyelőre, de az F5 az ott van. Na Annát régen láttuk. Anna lépte a ló B6-ot, arra emlékszünk. Igen, berakta D5-re, jó, ezért D7-t. És idáig. Hát nem sok lépés történt. Megvette az E6-ot és F5-ot. Ja, azt akarja, hogy a vezér E4-re F5-öt? Most mi nézzük meg. Vezér eleméri. Mondjuk nem tudom, hogy vezér E4 vagy D3 az melyik a jobb. Mert a D3-nál, igen, F5, passant, leüti, megyünk vissza. És akkor ott az E6 gyalog, lesz B3. Fű B4. Igen. Mi bajunk van? Bemegy E4-re? Mert különben, hát nem tudom, Bástya E8-a meg ide jön. Hát akkor D5-tel. D5-tel beállja. Bástya E1-re pedig Bástya. Bástya E8. E különben itt, hogy is állunk? Tehát ide jött. Itt most nekem volt hasonló pazim. Tudod, milyen kellemetlen lépés ez? Ez rohadt kellemetlen. Nem tudok elvonalra menni. De aztán lehet, hogy nincs igazam. Vagy igazam van? Ez elég kellemetlen lépés. Bástya egyet lépek. Hát a ló D5-re. Ló D5-re ló E4. Persze. És akkor ló E7. És akkor pont... Akkor kiszed. Kiszeded? Kell megpróbálni. Hát nézzük. Hoppá. Tehát ide, most megyünk meg ide. Meg ló E4 után nem tudsz Bástya egyet. Nem baj, én csak hozom a... De mit hozom? Hát rám nyomod az azért. Hát bemegyek a lóval C5-re, aztán jobban állok egy picit. Azért az elég kellemetlen, mert aztán ugyan megint felveszem azt az állást, hogy visszamegy futóba a B1-re és vezér D3. Vagy húzok egy vezér, nem tudom. Jó, az E5 nyilván, hogy E6 gyalogot ott. De hát mondjuk ezt lépheted itt. Most ezt nem tudom, hogy ez milyen. Ez milyen állás? Le, vissza. Visszamegyek. Igen, és visszamegyek D5-en. És akkor én megyek ide mondjuk. Hát tetszik tudni. Ezt Karpov ellen nem szívesen játszanám. De az más ellensem. Más ellensem. Na, jában ott van az gyengeség. Ló, hát és igaz, a C5 gyalog. C5 gyenge, de hát ez egy gyalog marha jól áll. Itt a futóban van. Bástya F6, király F7, el tudom megvédeni magam. Bástya F6. Hát jó, hát megvédeni. Aztán megtámadom a C5-öt.
Uh-huh. A C5-öt egyből megtámadtam volna. Hát nem, arra nem reagálok meg, hát ez még sakban még voltam. Az E, még sakban voltam, jó. Elszor megvédem az E6-ot. Lehet, lehet, hogy én csak én vagyok pessimista. Jó. Jó, azért hát... Na nézzük Milliei Sophie-t. És? Hát az történt, amit mondtunk majdnem. F3 futódén, Sáncel futó B-t és király egyre Lódin, egy bácsa, Aci, egy huszár H5. Hát ezt, huszár H5, ez az olyan lépés, hogy nem tudom. Nem tudom, hogy ez jogos lépése. Mert azért huszár elég bután állott, nem? Hát meg lehet. Erre jött Gyula, és azt mondta, hogy lépjünk elfőt. El az elfőtöt, és ez nagyon klassz lépés most. Ez tetszik nekem. Hát mert az E4 pontot a lónak felszabadítjuk, megtámadjuk. Ez klasszikusan jó lépés. Ez nagyon gusztusos lépés. Aztán abban reménykedünk, hogy leütés ló F4, és akkor azt a végjátékot tudjuk szivatni 100 lépésig. Ez jó lépés. De szerintem huszár H5 ez nem volt korrekt lépés. Nem, kirakta, az jó, hát látja, de nem, ez nem, 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 a, nem a... Még az a poén, hogy ezt leüti vissza, és akkor húz egy vezér Dézsa 7-et, akkor szépen beugrunk ide neki, és aztán nézheti magát. Mert most még az F5-öt se tudja leütni. Ez nem, hát ez most feladás. Ez feladás közeli. Ez kap egy G4-et, ezt vagy és feladja. Mert ez, hogy néz ki a szerkezete? Na jó, Petra, ezt nem tudom, ez a huszár H5, ez nem... Jó, nem a Petra lépte. Petra lépte? Nem, az ellenfél. A Petra... Petrának ez a stílusa, hogy megy előre. Na, és ki, most a fiúknál történt valami? Azt mondja, hogy a magyar férfiaknál. Ott tartottunk. Na nézzük, hát ha... Nem volt lépés, ne vicceljünk már. Futó a 3. 36 perc, na nem. Hát nézd, amit mondtam egyszer, körülbelül másfél órával ezelőtt, hogy a közvetítésben vannak szakadások. Ja, értem. Ugye azért, hogyha mondjuk labdajáték közvetítéssel összemérjük a dolgot, ahol mondjuk nem tudom, hogy hány kamerával mennek ki, de már szerintem 20 kamerával hát kimennek. Biztos. És akkor váltogatják, itt pedig egyetlen technikai személyzet van, össze vannak kötve a táblák, és ha valahol valami megakad, akkor az nagyon nehéz azt, illetve nem nehéz, lassú. Ugye. Megjött a futó D8. Kijavítani a hibán. Csabinál. Megjött futó D8. Futó D8-at. Hát igen, ez nincs semmi különösebb. Most le fogja ütni a D5-öt, és majd futó B6-ot lép, ha tudja. Megjött a futó D8, igen. Most futó D3-ra már besáncol. Mm. És akkor D5-öt megint csak leütheti. És F5-ő is jöhet. Túlmentem a magyarokon. Kempinski, akkor Fecónál. Fecónál. Na nézzük, H5-öt meglépte, vagy pedig... Vezér B6-ot lépett Fecó. Vezér B6-ot lépett. B2-t nyomja. Ez mi? F6-ot azt. Ez igen éles lépés. Most a vezér F6-ra vezérült B2? Vezér B2, és akkor D6-ot üti, akkor a... Ő meg eldönti, hogy a lovat vagy a futó. Hát a lovat valószínűleg, mert a futó éppen most nagyon helye. Valami aktív. VB6. Ez tipikus. Tipikusan a... Ő nagyon találékony játékos a Fecó, ő mindig igen, valamilyen ügyes. Ha jó formában van, akkor rendkívül érdekes lépéseket talál ki. Most is ez jó, nem tudom, hogy... Persze most lusta vagyok végig számolni, de... Jó, nézzük meg, hát azért vagyunk itt. Hát meg a nézők is lássanak, ne csak a Pintér nagymester fejét, de hogy mi lehet. Oké, okay, de ez veszít, nem? Leütjük a valamelyik ezt, és H6-ra ló F5. És kivédtük. És nincs mat. Legalábbis én nem látok. Nincsen. Nincsen mat. Suszeddétele, ez zavarjuk. Jó, tehát akkor ez a vezér B6-tak a...
G4-re már nem lesz ide. Nem lesz ide. Hát hogyha most az a poén, hogyha elmegy, mondjuk ha lép valamilyen passzívat, ugye, ilyet, akkor gondolom ló D7 hát a, az eszme. Hát ott, aki két könnyű tiszta C-ban van azért. Jó, még nincs vége, meg bástya E3-mal megvédi. Megvédi a bástyával E3-mal, de most már legalább, hogy... És akkor 20, ja, most nem tudok 20 F5-öt lépni. Még nem tudom. Jó, de most igazából megvédtük az F6-ot is. Na lehet, az... Ilyen, ez a teljes hülyeség, hogy a H5-ös után a vezér B4-en. Nem, az nagyon jó lépés. Lehet, hogy ezt kell lépni, amit mondtál. Ez jó. Ez a legjobb. De várjál, beheten, ja, nem tud bejönni heten, akkor pedig ez... Igen, hát az a fekete mezőkön való játék. Oké. Okay. Majd megnézzük, hogy mit... Akkor Ricsinél történt valami? Történt. Hát biztos Ricsinél kellett, mert... F3-nál futó D7-et léptek, jó, és futó E3, és Géza 6 következett. Géza 6. Vezér Feri 2. Micsoda? Huszár 5. Ja, huszár A4. Már azt hittem, hogy huszár E4. Huszár 5 A4, huszár 5 A4, huszár Béla 3. Uh-huh. Hát Ricsi úgy döntött, hogy ma pozíciósra veszi a dolgokat. Picit jobban állunk, ennyit tudok mondani, nem? Sok nincs. Hát igen. Az huszár A4, ez kellemetlen ez volt, kellemetlen. Az a rossz... Most megoldott. Most megoldott azt a vacaklovát. Vacaklovát megoldotta, igen. Az A7-et valahogy megvédi, és... Még talán meg se kell védeni, hogy ottal talán befoghatja a futon. Nem történt lépés itt. Huszár B3 megtörtént, vezér B6 megtörtént. Itt meg király B1 már meg volt. Király B1 még nem történt meg. Nem? Akkor most, azt most történt. Most történt meg. Király B1. De hogy lehet, az itt nem jelenik meg. Ja, itt jelent meg, bocsánat. A változat alatt. Igen. Változat alatt megjelent király B1. Hát király B1-re gondolom következik sánc. Esetleg futóüt A6. Futóüt D5. Jó. Két órája játszanak, úgyhogy kicsit most ugye többet gondolkodnak, úgyhogy a Pintér nagymestert megkérdezem, mint volt szövetségi kapitányt, hogy meséljen, hogy egy ilyen versenyen, hogy mi a napi rutin, a napi program egy válogatottnál, nagyon csapatkapitányi szempontból is, hogy ugye van olyan, hogy a csapatösszeállítás leadása, és hatalmas sztorik ezzel kapcsolatban. Igen, igen. Hát illetve igen. Ugye ez egy csapatverseny, és ugye a sakk mégis csak egyéni sportág, és ezért mindenkinek a napi programja az egyéni. Ez így van. Valaki korán kell, az mondjuk elég ritka, valaki késő, össze-vissza, és hogy összejöjjön egy csapat, az is egy külön tudomány lehet szerintem egy szövetségi kapitánynak. Hogy van ez, Jóska? Meséljél róla. Hát érdekes. Egy átlagos napról, amikor nem rangadó van, hanem... Hát az átlagos nap, ugye a kapitány azért korán kell, ugye a sakkozók nem szeretnek korán kelni, de nekem fel kell kelni, mert le kell adni az összeállítást. Na most a rémálom kategória az, amikor az ember azt álmodja éjjel, hogy nem adta az összeállítást, és mert ugye hát sokszor sajnos előfordult a magyar csapattól, és általában a rémálom úgy végződik, hogy felébredsz, és kiderül, hogy még csak reggel 6 óra van, és nem kellett leadni az összeállítást. Tehát, még van idő. 10 óráig, vagy itt szerintem most 12-kor, igen. Mert addig nem jön. Na, hát úgy kezdődik, ugye. Nagyon változó, mert ahány ember, annyi féle. Tehát például van olyan játékos, aki egyedül szeret készülni, van olyan, aki igényli a segítséget. Általában azért ők már annyira profik, hogy nem nagyon igénylik. A Berkes Fecó volt az, akinek többször segítettem, de hát azért mindenkinél egyszer-egyszer. Péter az abszolút nem igényelte. Léko Péter, bocsánat. Ő nem nagyon... Hát az a rutin az ugye, hogy akkor leadom a csapatösszeállítást, az általában 10 óra, akkor készülés van, általában igyekszünk közösen ebédelni,
Tehát az, a másik az, hogy nem kell túl sokat készülni, tehát ott már, az már nagyon rossz, hogyha túl készüli valaki magát. Tehát az, hogy 3-4 órát a part előtt sakkozni, azután elfárad. Tehát én azt javaslom mindenki, hogy van, aki többet igényel, másfél órát készüljön a partira. Ja, mert azt mondani szokás, hogy nem a versenyen kell megtanulni sakkozni. Igen. És általában ugye addigra már tudjuk az ellenfelet, tehát akkor ellenfélre való készülés, aztán van ebéd, az általában én úgy gondolom, hogy 1 óra körül szokott lenni, mert az se jó, hogyha az ember úgy ebédel, hogy parti előtt, ugye, mert Ozsvát, bocsánat, pont szegény, nagyon sajnáljuk, hogy elment, Ozsvát András mondta nekem, engem nem engedett enni parti előtt például, mert azt mondja, hogy lemegy az agyból a vér gyomorba, és akkor ugye sokkal rosszabb játszó. És akkor 1 óra körül van ebéd, általában, és akkor utána, ebéd után pihenő, és akkor megyünk a versenyre. És ez egy napi rutin, mindig így van. Utána vége a partinak, akkor egy összejövetel, amiben megbeszéljük az aznapi partikat, és amellett a másnapot is, mert általában akkor már tisztázzuk. Körülbelül tudni lehet, hogy kivel játszunk. Tehát ez igen, már a csapatpárosítás akkor már megszokott lenni, hogy tehát akkor ki játszik holnap. És... Tehát ez nem annyira érdekes egy kívülállnak, mert ilyen nagyon, nagyon ilyen monoton, de ebben jár egy sok verseny. Tehát körülbelül így néz ki, de mondom, hogy nagyon különböző, mert van, aki azt szereti, hogy sokat készül, van, aki keveset, van, aki igényli, hogy megbeszélje valakivel, valaki meg azt, hogy azt akarja, hogy nem kell neki segíteni, ő majd megoldja. De hát, mert annyira profi játékosok, hogy igazán sokat nem tudunk ott segíteni. Volt, amikor tudtam megnyitásba is segíteni, de azért ők már... Már egy ilyen válogatott, ilyen jó válogatott, ami nekünk hát van. Igen, ezek már... Azért ők már egy-két csatát megvívtak, tehát igen. Nagyon jól felkészültek. Meg hát azért vannak az edzőtáborok, hogy ott azért megy a sakk. Ott nagy, komoly készülések. Igen, most rejtjük be, egy kicsit kivételezett helyzetben van a válogatott, mert két extra kísérőt is sikerült kivinni. Igen. Ugye a férfi csapatnál Horváth Tamás volt szövetségi kapitány, alelnök is a csapattal tartott és erősíti, illetve a nőknél Papp Gábor nagymester. Ugye hát tevőlegesen is, tehát szakmailag is hozzá tud tenni a nők felkészüléséhez. Hát Papp Gáborról csak annyit, hogy én nem annyira figyeltem az ő játékát, mert ugye ő egyetemre járt, ha jól tudom. Igen, és el is végeztem. És mostanában látom, hogy hihetetlen sokat fejlődött, és nagyon jó játékos. Tehát néztem, hogy nagyon-nagyon sokat fejlődött. Én úgy tudom, hogy együtt dolgozik a Berkes Fecóval, ha minden igaz. Hát mert hogy paksiak, ez nem is, hogy paksi csapatban játszanak, egyébként egyik se paksi. Igen, azt tudom. Mármint a lakhely szerint. Igen. Ugye mert a Gábor talán Pécset lakik, és a Fecó ugye most költöztek át Bajáról Kecskemétre. Kecskemétre nem tudtam. Igen, itt a sajtótájékoztatón, igen, ez felmerült, hogy egy kicsit ugye pletykáljunk. Illetve nagyon örülünk, hogy ugye itt a sajtótájékoztató után itt a szűk körbe ugye a Vajdaszidi, ugye hogy a legutóbb, amikor első táblás volt, akkor 8-at remizett, 1-et vesztett, és húj, de jó lenne már 1-et nyerni végre. És na, és akkor hát nagyon örültünk, hogy tegnap ez a nyerés abban a végjátékban sikerült. Úgyhogy végül is remélem ez is feldobja majd a későbbiekben. Hát igen. Szóval a szövetségi kapitány feladata az elég, bármilyen hihetetlen, nagyon nehéz. A legnehezebb feladat a maga a partik alatt ott lenni, mert az sokkal idegesítőbb, meg sokkal nehezebb, mint játszani. És te 4 emberért izgulsz, 4 állást, és borzasztó. Milyen változás? Volt-e valami változás a játszmák, amikor döntetlen le lehetett adni régen, tehát ebben van-e egy csapat kapitányi megállapodás, vagy igen. Mi a menete? Értem a célzást. Nem, az most tényleg, mint néző, kíváncsi vagyok, hogy mert ugye régen talán még a játékosok nélkül is remire lehetett adni. Azt nem teszem meg. De volt rá lehetőség, volt azt rá, mondom. Igen. Na most az a helyzet, hogy ugye hát a legjobb rabló lesz a legjobb pandúr, de hát én
Bejátszottam olimpián is, tehát voltam játékos is, meg kapitán is, tehát azért azt nem teszem meg, hogy én valakinek a partiját remélem, azt most már talán nem is lehet. De hogy amire céloztál, hogy hát volt ez az ominózus 2006-os Torino olimpia, és az utolsó forduló előtt, illetve az utolsó előtti fordulóban mi legyőztük Izlandot 4-0-ra, és nagyon előre ugrottunk. És akkor már nyilvánvaló volt, hogy az örmény válogatott a kerülhözzel. Igen, azt tegyük hozzá, hogy ez azért már majdnem 10 éve volt, és nagyon elő, tehát ott egy tartalékos csapattal mentünk, tehát Lékó Péter se játszott, és Polgár Judit se játszott, tehát két ilyen ilyen játékos kiesése. Nagyon jól álltunk ugye az ötödik hely környékén, igen, akkor, vagyis úgy végeztünk, negyedik hely környékén, és az utolsó fordulóban, és akkor visszaadom a szót. Hát az volt, hogy nyilvánvaló volt, hogy mi az örmény csapattal kerülünk össze az utolsó fordulóban, hát ezt azt látni lehetett, azt ki lehetett számolni, mert egyszerűen más nem is lehetett, és az is egyértelművé volt nekem, hogy az örmény csapat 2-2-vel olimpiai bajnok. Na most felmerült a kérdés, hát egy szuper formában levő örmény válogatott ellen próbáljunk nyerésen játszani, vagy hát legyen 2-2. Hát én természetesen összejöttünk, megkérdeztem a csapatot. A végén arra jutottunk, hogy hát mégis a 2-2 az szerintem reális, de hát nem csak szerintem, azt hiszem, hogy többen mondták azt, hogy jó lenne. És az élet fintora, hogy pont mentem a főtéren, és pont velem szembe jött a kapitány, Arsak Petrosyan, aki ugye a Lékó Péternek az apósa, és csak annyit mondta, hogy ránéztem, ő is rám nézett, és azt mondtuk, hogy Szaglaszidis, ami oroszul azt jelenti, hogy megegyeztetünk. De ez érdekes történet, a sakban lehet ilyet, és én kapitánként, ha arra gondolok, hogy ha azt a meccset elveszítjük, akkor leszünk tizedikek, a csapat egy fillért se kap. Itt azért, hát akárhogy is van, nem lehet ilyen szerény, vagy hogy mondjam, álszentnek lenni, itt pénzről volt szó többek között. Ugye az első 6 helyezett, az komoly jutalomban részesül, és hát, a sportvezetés. És hát én úgy gondoltam, lehet szép, én azt hiszem, hogy a magyar sakkozók tisztelet a kivételnek nincsenek olyan anyagi helyzetben, hogy megengedhetik maguknak azt, hogy ne lemondjanak x millió forintról. Nem olyan sokról, azt hiszem egy volt, vagy másfél millió, de hát az is nagyon sok pénz nekünk. De szóval ez a története, amire céloztál, tehát én szerintem jól döntöttem. Itthon kaptam hideget, meleget. Jó, hát nyilván, mert és ha a győzelem, esetleges győzelem esetében... Akkor azt hiszem, hogy talán, akkor se vagyunk dobogon, talán negyedikek vagyunk, vagy harmadik. Lehet, hogy nem tudom, mert már nem emlékszem pontosan. De most a győzelem azért elég pici esély volt, mert ráadásul színű, ugye hát azt hiszem, hogy Péter lett volna fehér, tehát ott már egyértelmű, hogy ő fehér. Nem tudom, hogy volt. Nem emlékszem. Hát Almási volt az első táblán. Ja, de kihagytam. De kihagytad. Kihagyta, persze. Kihagytam. Mert ugye a Péter azt hiszem nem akart játszani az örményeken, hát ugye az örmény a felesége. Nem volt, ott volt a Péter? Ja nem Péter, mert összetéveztem a másik olimpiával. A Dresdaival. Igen, összetéveztem, bocsánat, már az az öreg ember, hogy hát igen. Jó, itt közben elfecsegünk közben, pedig nem látnak táblát a nézők, itt figyelmeztettek minket finoman, hogy mi lenne, hogyha a közvetítéssel is foglalkoznánk egy kicsit, hát nézzük meg akkor végig, fussuk végig gyorsan. Értettük a célját. Egy értékelése, egy ilyen összeértékelése, hogy mik az esélyek. Jó, az megtörtént, amit mondtunk, B3, és akkor... Vagy nem történt még? Nem, Bástya. Ez, nem ez a mi változatunk. Ez a mi változatunk. Ez amit... Uh-huh. Tehát H4, ez vezér B6 megtörtént. Vezér F6 vezérté B2-t, ebben ment bele végig is, és most Bástya E2-vel megvédte a futó. Uh-huh. Ezt hát... Nem biztos, hogy nagyon jó híre volt ez. Mert ezek a H5-ök itt most lóg a lobunk. És a H5-ök
nekünk akarják nyomni. Hát persze, a C-vonalon is itt valami taptika, itt most kérdezzetek számolni valamit, kell. Kérdezzetek valamit, hogy ló D3 az nem megy? De én is arra gondoltam, hogy valami felfel, a lóelugrás, nézd, próbál. Ló D3, vannak mindenféle taktikai lépések. Nem látszik olyan veszélynél, de a ló D3 van egy csomó. Az már mindig szerettem, amikor a Berkes Ferencnek ilyen taktika állás van abban, hogy nagyon talál. Ezek mindig kitalál valamit, tehát ő az már, akkor ő már jó. Ő neki a gyengesége az a megnyitás, azt tudjuk, szerintem. Lehet, hogy azóta már nem, de amikor én... De ne áruljuk el, mert... Ja, bocsánat, de hát ő maga is tudja ezt. De a konkurencia. De... Sokan tudnak magyarul a konkurenciából. Sokan, igen. De ő maga is szerintem azóta fejlődött. A Márkus Robi, aki az egyik legjobb barátja. Ja. És ez a szerb színekbe játszik. Igen. De ő, hát itt szerintem nincs baj. Na nézzük a következőt. Most már Péternek gondolom, most már megtanultam, megtanultam. Ott van az a végjáték. Megtanultam, hogy hogyan kell csinálni. Így sokkal egyszerűbb, ahogy mutatták nekem. Igen, megkövetkező lehúzom, és vezér A4, igen. És megtörtént a futó, gondolom, hogy... Futó E4 megtörtént. Megtörtént? Igen. Ott van alatt. Itt van futó E4, igen. És most gondolkozunk, hát nem hát sokat nem kell... Nem hiszem, hogy itt valami sok gondolkodás lenne egyébként. Hát lehet. Megint a közvetítésben. Ugye van valami alternatíva? Hát nem, el lehet menni a bástyával. A hetet leütheti. Tényleg leütheti az A7-et? A A7-et nem ütheti le, mert bástya A8, nem? Aha. Tehát ez... Igen, azt nem ütheti le. Hát akkor olyan nagyon nagy választék nincs. De hát ezt a változatot, amit mi néztünk, ez szerinted... Most itt nem tudom, hogy futó E4-re kell menni. Gondolom E4-re, hogy matra állítsuk. Most a futó D4-re még az ő lépheti ezt a futó F3-at. Igen. Támadás. Még a végén összejön valami. Nem, hát de amit te mondtál, az sokkal jobb, abban teljesen igazad van. Azt mondtad, hogy ebben az állásban H3-at kell lépni. Ez sokkal jobb lépés. Hát valahogy ebből a matból kiszeretnék. Ez egyértelmű. Erre most ő mit fog lépni? H5-öt? Mert futó F3-ra, ja, bocsánat, futó F3-ra, G4. És aztán király H2, király G3 a jövőnkön. Hát legalábbis nem lesz matta, amikor. Nem tudom, ezek nagyon... Hát a G4-et H5-tel nem kéne megakadályozni. Hogy ne menjek el H3-ra. Nem az igazi. De én nem látok olyan nagy veszélyt ebben. Nem tudom. Hát azért kínozzák a Pétert, nem? Hát lehet, hogy kínozni fogják. Jó, nézzük a Ricsit nézzük, mert ott az... Ott valami nagy akció, gyors. Akció történt, ott tartottunk, hogy ló B3, ugye? Ló B3, mert a C5-öt lépett az ellenfél. Ricsi, a pucájában. Ricsi, hát ez a C5, ez igen jó lépés, hogyha odaadja a D5-öt inkább. A Ricsi nem is ütötte le. Mi lett volna, hogyha leüti a D5-öt? Futó F5, vagy mi? Nem tudom. Én sem látom, hogy nyeri vissza. Valahogy, hát. De Ricsi nem viccem. D4, C4.
Na itt Lord aztán Cecilia a öt. Fantáziája Ricsinek ilyenkor elindul, amikor egy mozgásba rendül. Na, ez meg micsoda? Beáldozunk egybe ezért, vagy mi lesz? Ja nem, mert bárcsa C-t megvédik. Futó H3-ra gondoltam ugyanis. Futó H3, de ez a futó F4 is. De ha pont az, hogy futó C5-t, azt mondom, futó C5-be benne vagy. Ezt azért megmutatjuk, jó? Jó. Mert, te futó H3-ra bárcsa. Mert most ugye kötés, hát az hogy beáldozza, azért az. De azért nem muszáj. Nem muszáj, de és most ugye nem tudunk ezt a lépést, de tudjuk ezt lépni. Tudjuk. Mert? Hát már király H1-en van. Ja, király H1-en van. Na, igen, ez milyen? Futó C5. Egyszerűen. Futó C5. Leüthetjük. Bástyút, D7. Futó, az nem jó. Mit futó üt le? A bástyát. Bástyát leüti. Én visszaütöm. Arról nem volt szó. Arról nem. Jó. Leütöm a D7-et. Ha leütöd a D7-et, akkor vezérült D7, és még rosszabbul állsz, nem? Leütöm a futódat. Én meg leütöm a H3-at. Szóval, ez kicsit nem tudom, egy éles lett a helyzet. Ez nagyon kiélezte ez a lépés. Na, kezd Ricsi izgalmas lenni. Ellenfél csak levágta a DL4-et, nem viccelt. Azért ez most nem nagyon tetszik, hát a D-vonalon ott megúszta a fekete a nyomást, akkor meg tudja úszni, akkor nagyon jól kijött ebből az összecsapásból, ebből a bonyodalomból. Na nézzük még egyszer futóhára. Ja, visszaütötte. Visszaütötte, már nem nézünk. Már nem nézzük. Hát mondjuk az érdekes, nem tudom. Hát igen, a C4 gyalogot hogy fogja megvédeni? Hogy gyorsan ki kell menni a kötőzbe. De nem az a, hát most mit lép? Most egyelőre nem látom, hogy mit fog lépni a sötét. Ugyanis vezér C-re futó F4. Futó F4. És akkor mit lép? Igen, C-t nem ütheti, akkor a D-t. C-t nem mehet, mert E5. Hát aztán A4 lenyereket tisztet. Mit lép? Vezér E8-at? Ez jó lenne, így fejeződne a parti. Jó, ez mondjuk a kívánság. De tényleg mit lép itt? Biztos van valami lépés. Tehát vezér C-t, futó F4, vezér C6, E5, vezér A4. Hát a B7 is már lóg. Hát itt jobban állunk, nem? Az előtte be tudom betonozni, akkor nagy baj. Hát, de ha leüti, akkor visszajöttem a gyaloggal. Akkor még ott van egy gyalog. No, szóval. Hát akkor ez... Akkor kíváncsi leszek, ez kezd izgalmasabb lenni. Érdekes, olyan kötésben van azért, nem olyan egyszerű. Van valami változás? A Péter lenne érdekes, de meglépte a futó N4-et azóta. Futó N4 megtörtént, igen. Azóta nem... Jó. Azóta sok nem dolog nem történt. Jó, nézzük azt a többiekkel. Meg a lányokat már nagyon régen láttuk, már igen háttérbe sütöttek. Uha, mi történt itt? Ajaj, hát ez láttad, elnézett valamit a... A Fecó? Fecó. Mi történt itt? Azt mondja... Futó 5-G6-ot? Fuhássa E2, Huszár B5-öt lépett, futó G6, vezér A1, futó B1.
Vezetőállomra bástya jött? Vezetőállomra még olyan, vezetőállomra még ilyen is van, hogy vezéreföld. Ez igen kellemetlen lépés, nem? Hát ez még nem ott. De mit lépsz? Hát bástyát el kéne vinni valahol. Hát hét csak egy szak. Hogy valamit lesakkozom. Nem látom. De hát, hova? Ja, a nyolcra. Hát, most jobb nem jut eszembe. Még a lóval ellen. Vagy a ló céltel még valami helyet. Hova? Na hát ez az. Gondnak is kéne egy helyet találni. Jó, ne legyünk finnyások, már egy tiszt forrunk bástya a nyolc. Hát. Neki kell bemutatni, ahogy nyer. Attól tartunk. Attól tartunk, befogja. Be fogja mutatni, csak nem tudom, hogy hogy. Bástya E3, vezércél csak, király H2, mit lépek ott? Különben ide a kompjúter, a kompjúter ezeket kivédi, én már idegbeteg volt. Tegnap játszottam egy olyan partit a kompjúterrel, hogy nagy átlós futón volt, és nyitva volt a test nagy átló. Ezért D4 futó, és úgy állt, hogy H7, G6, F5, E4. Minden szembe. És ő neki meg rossz futója volt. Nem, nem, nem mindent kivédett. Ez egyszerűen nem akartam vinni a szememnek. De ez a gépész biztos kivédi. Hát, nem tudom. Nem. Futóbél. Azért ez nem. Hát ezért D4-es, akkor kumattot kapok. Jó, még van egy. Óha. Ja. Ja, ilyen is van, hogy ugye vezér C3. Vezér C3-ra van, gondoltam, hogy futó H7 csak. Ugye? Király H7. Vezér F7. Most ha közbehúzod, akkor vezér F5 csakkal, és leütöm a C8-at, az milyen? Az nem, nem tetszett. Nem tetszenem. Hát akkor nem csak tetszett. Ide mehetsz. És akkor megállt a tudomány. Mert hát mondjuk lépeg egy G4-et, azt hogy fogod kivédeni? G5 mat. Dolog. Hát, tetszik tudni, ott a futók ott legelnek, vagy a buszárok ott legelnek. Nem nagyon fognak közbelépni. Na most az a baj, hogy vezér G7-re megint lenyelem a bástyát. Ugyan vezér G7, G5 csak, király H7, vezér F5 csak, és leütöm. Hát aztán franc tudja. Na jó, érdekes állás különben. Nem örülök neki, hogy a fecot támadják. Hát a vezér B6 az mégis az, amit te mondtál, az volt az igazi ahajt. És ha huszára ütném a C3-at, elég hülyén néz ki, de a futót akarom, vagy ugyanúgy... Huszára ütöd a C3-at, akkor... Ugyanúgy ezt a futó H7-es... Nem, az kötésben vagyok, azt nem lehet, nem tehetem meg. Nem, az akkor igen, kötésben vagy. Huszár C3-on bástya E3 lépés van. De nem, akkor... akkor lehet, hogy Huszár C3-on... Akkor hazaérsz? Elfedés van akkor. Aha. Nincsen. Ha nincsen, Huszár C3... C3. És akkor be kell adnia neki a G5 csakkot? Hát jó. És Remi. Aha. Hát az kibasz. Remi. Akkor az be kell adni. Remi? Biztos? Jó, hogy H8-ra megyünk. Nem megyünk F8-ra. Hát akkor 20C3. 20C3 bástya E5. 20R4. Akkor lenyeri a vezért, mi? De azért, de bocsánat, vagy mutatom. Azért mutatjuk. Azért vezér B1 sakkal azért elmehetek. Vezér B1 sakkal, és... Majd utána 20R4 ezünk. És vezér G6 esetleg? E 20R4-nek mi baj? Ez mi nem nyer? Az is nem. Ha ide jövünk, akkor ez. De ezt csak megnyerjük, nem? Ilyen lovakkal, azok, ha már jók vagyunk. Hát meg sokan vannak. Meg sokan vannak, jó. Nem tudom. A Huszár C3 az,
Gondolom, hogy Huszáci 3-at, vagy valamit nem látunk, biztos. A komputer biztos agyonverünk el minket ebből az ágyból. Hát, de van, nem kapcsoltuk be. Ja, ez az. Ez ennyire jók vagyunk. Hát jó, remi van persze, hát remizni lehet a fehérrel. Tehát valószínűleg az lesz a végeredmény. Érzésre, nem? Jó, hát... Hát hogyha... Istenem, az élet nehéz. De hát más lépés nem nagyon látunk, mint Huszáciárban. Hát itt csak a főzés, csak a két futó kötve van az hát gondolom, hogy vezérgőt csakra egyszerűen elmegyünk ide H8-ra. És hogy támad tovább? Hát csak bártyája meg vezére van. Nem? Ja, úgy támad tovább, hogy vezér E5 csakkot ad. Igen. És amikor ide mész, akkor bártya E3-at lép. De hát ezt na, nem... Akkor is ez azt leütöd mi? Ide, és akkor mi van? És akkor, ez ha... a ló E4-et. Ja, jön a ló E4. Jó, hát akkor megnyerjük. Hát igen, azért ez nem nehéz elképzelhető. Ja, két tiszta. Két tiszta azért az nem. Az elég sok. Már hallom a nézők, hallgatók hangját, hogy biztos elnézünk valamit. Hát Istenem, nekik ott van a Komodó, meg a Stockfish, meg nem tudom micsoda. Hát, mi nem vagyunk ilyen jók. Egy Stockfish. Világbajnok van a szabályukban. Ja. Igen. Jó, menjünk tovább. Okay. Mert ez nagyon izgalmas. Nagyon izgalmas. Balogh Csabát, meg Balogh Csabát. Igen, jó, próbálja köztegezni a Péter, hát azt remélhetőleg azt kiremizi. Nyilván szenvedett. Ricsi az nagyon érdekel. A Ricsi az inkább jobban áll, mint... Igen. A Fecó az valószínűleg remi. Azt úgy nézik, hogy ott az és így, örökös így, soknál több nincsen. És így áll most Balogh Csabi, aki kedvenc állását kihozta, egy picit jobban áll, és ezt nagyon... Ó, hát ez remek. Ez remek neki, mert ez ő ezeket imádja, hogy itt lehet lépni százat, és húz majd B3 futócénidé, step by step, ahogy mondja az angol. Lépésről lépésre majd megy előre. Na nézzük most már tényleg, mert a lányokat nagyon elhanyagoltuk. És nézzük Lázárnét. Jó, most rossz helyre kattintottam. De ez az Ildikónak a partia, de azt is megnézhetjük. Ott tartottunk, hogy vezér D2, bástya E8, B4, király G7, hát huszár ez... D1, huszár GF6, vezér D3, bástya E8, A5. Ó, hát itt a persze, az Ildikó, az F5 nem is jutott eszébe. Nem jutott eszébe az F5. Hogy F5-öt annyira rossz lett volna. Hát, de hogy az kellett volna. Most az, hogy azért lépte ezt az A5-öt, ugye, hogyha B5-re lép egy futó, B3-t egy C4-jel megy utána. Uh-huh. Hát ez most egy picit jobb. Tipikusan jó spanyol szerkezet jött ki egy olyan rossz B7 futóval. Már is szebág. Na, mi beálltunk betonba. Beállt Sidonia, beállt betonba. Ott tartottunk, hogy futó E1-nél D5, C4-öt. Nézd el. Igen. És vezér E6, amit mondtam, vezér E2-t is beálltunk betonba. És C5. Különben ez nagyon okos dolog. Az egy alapszabály. Ha az ellenfélnek két futója van, akkor az összes gyalogot, mármint a védekező félnek, ugyanarra színe kell. Mind a futó. Nem a futó, nem, hanem a egyik. Tehát nem szabad két színe rakni a gyalogot. Hogy mind a két futó. Ne tudjon dolgozni. Vagy az egyik, vagy a másik. Hát ez nagyon ügyes lépés ez a C5, mert most fekete mezőre rakta. És futó diálom. Tegnap egy végjátékot, egy kicsit jobb végjátékot nyert meg. Ugye a Sidonia a végjátékban. Igen. Na most itt felvette ezt a... Felvette igen, ezt ilyen erődöt felvette. És tessék megnyerni. Különben igen. Láttam ilyet Anantól is játszott. Igen. Ez szépen beáll, és tessék bebizonyítani, hogy megnyeri. Igen. Ez valószínűleg nem fog sikerülni. Igen, mert az F6 gyalog ugye ellenőrzi az E5-öt, a huszára az E4-et, meg az F5-öt. És tehát a király már nem jön előre. És az az érdekes, hogy a futónk C7-en nem rossz. Mert neki úgyis mozgatni kell, és akkor jó lesz a futó. Tehát ez ki fogja remizni. Legalábbis én reménykedem. A Skripcsenkot néztük, akkor Gusen. Igen, az is jó alakul az Ildi barkja.
Hát ezt elemeztük. Ezt mi elemeztük, de nem az jött ki szerintem. Nem, biztos nem. De hasonló jött ki, vezér D3. D3-ról ment F-fal, F-fal, Bástyáfegy, futó B4, nagyon hasonló állás jött ki, a szerefad, Bástyáfad. Na. Igen. Na most az a helyzet, tetszik tudni, hogy az nagy hiba volt, hogy lecseréltük a huszárokat. De ő rosszírozta. Hát igen, nem a fehérnek volt nagy hiba szerintem. Igen? Hát így most nincs előnye. Milyen előnye van? Hát talán valami futó B3-on. Futó B3-on ott rámegy. De most egyelőre most konkrétum van, most mit lép? Jó, de mire leüti az E6-ot, király F8 mondjuk, kimegyünk, és sakra üsse, és a D4-et megkapjuk. És akkor tökre mi lesz? Most bástya E2-t lép? Arra C5-öt lépek. Kiremizem. Nem remizem ki? A bástya E5-öt? Bástya E5-öt? E4-et? Na mindegy. Gondolom, hogy az, attól nem érdünk meg, hogy ad egy csakot, azt húzunk egy ki. És tetszik mondani, miért nem F7-re tetszik? Én ezt nem tudom, hogy F7-re miért nem. Miért nem tetszett menni F7-re? Az első lehet nagyon nagy hiba, hogy futó G6-tal. Hát az nyilván vagy beszorít, de most lóg egyelőre a bástya. Most lóg a bástya. De lóg? Lóg, mert D6-ra kimegy a király. Jaj, de a lóg az F6 bástya, és hogy nem lóg ezt az a bástya. Ezt én nem értem, tessék, miért nem ment F7-re? Mi volt a... Ezt én nem értem. Most futó G6-ra mit csinálom? Hát semmit. Hát feladjuk. Hát könyörgöm. Ja, Istenem. Miért nem megyünk F7-re? Hát itt hogy az? Most itt mi a probléma, ha ide megyünk? Lóg a bástyája, úgyhogy nagyon ne akciózzunk. A futót átvinni E2-re? E2, de hova viszi most? Habár itt is ez is kellemetlen azért. Épp egy bástyája 3-at, ugye? De mondjuk nem látom konkrétan, hogy... És mi a terve? Javítom. H4, H5, futó G-a csak. Ja, hogy ott ezen. Na valamit javítok. Igen. Hogy H4, G4, G5. Ez feladás. Sajnos nem be kell jelentenem most. Kezdem belenézni az állásba, és egyre rosszabb. Nem? Hát az... Egyre. Hát a királyunkat ezen... Hát valahogy, de nem tudom lecserélni se a vezért, az a baj. Tehát futó F8, hát még feladás azért az túlzás, de futó F8 az olyan passzív. Hát jó, de... De H4, H5-öt fogok lépni, futó G-ha csakot beadom. Mondjuk a vezérem eléggé elleszállva. Mondjuk futó F8, és bástyától, hogy elvisz, és a királya elspurizni. De amit te mondtál, az is nagyon veszélyes, hogy H4 és G4. És G5-öt rányomni. Ujjjjjj. Hát ez nem tetszik. Nem tetszik valami. Petra, hogy néz ki? Jó, de F8-ra ment, ezt rakott. Hát jó, csak igen, ez volt a mi ötletünk. Igen. És nem lépte meg azt, nem lépte meg, amit te mondtál. Igen. És kapott egy F5-öt. Szerintem... Hát ez a másik, hogy ezért is kellett volna huszár F5-öt lépni. Akkor F4 ide. Ez nem tetszik. Jó, futógyárom HG, F4, futó C3, bástya C3, futó D5. És most borzalom. Nem hallgatnak Fehér Gyulára. Jó, hát... Nem. Támadó tisztet lecseréljük. Azt tanítottam a gyerekeknek, ugye? Én ezt most nem hallgattak rád, látod? Ahelyett, hogy itt... Először is ez amikor az rendben van, hogy F5-öt hát meg... De miért nem ütjük ki az F5-öt akkor? Hát igen, azt se jön. Hát és bemegyünk a lópacival elnézni. Igen, hát van egy remek jó helyen. Ja, azért, mert mattot kapunk ló G3-mal. Na jó van. Akkor ezért kellett volna F5-re. Ugyanis nem tudunk F5-re most már. Igen, belenéztünk ebbe. Igen. És eleve, amit te mondasz, érzékre is sokkal jobb volt, hogy huszárt F5-re kell rakni. Meg kell akadályozni. Hát az ellenjátékát kellett volna még akadályozni. Hát gondolom, hogy akkor csak nem nézel, hogy húz egy F6-ot, akkor már ló-E4-ben megyünk, mosolygunk. Hát a te mert hiába. Ez a ló F5, ez ügyes lépés. Nem típus. De ló D5, az meg sablon. És itt meg el van veszve. Hát egy gyalogot elveszít. De nem csak még a gyalogot vesztett volna, a partit vesztél, mert a gyalog ez még nem lenne. Még az nem lenne, vagy a partit, vagy a... Hát de most képzeld, most futó E3-at meg kellett lépni.
És nem volt más lépés? Hát, én, ha én lettem volna az ő helyébe, én vezér E1-et léptem volna, nem? Arra is F4 van. Ajajajajaj. Hát az már nem lesz egy felkeres felvonulás. Hát igen. Ez nagy, nagy elnézés van. Ez az F5-öt nem szabadott volna bejönni. Nem. Itt is... Itt már nincs lépés. Majd van leütni és lúdni egy vezér. Oda. És F4. Mi lett volna, ha leütjük és lódi egyet, és ló F2? Lépjed, hogy nyugodtan hadd nézzük, hogy ez... Lehet, hogy aztán van... Jól el vagyunk, de a nézők aztán meg nem tudják, hogy miről van szó. Hát lódi egyre az mutatja, hogy kettős kötésben vagyunk, és leveszik a tisztünket. Úgy. Ez borzalom. Ajajaj, minden. C1, D1. Nem, hát teljesen igazad van. A kedves hallgatók, nézők, majd menjenek el Fehér Gyula iskolájába, és akkor meglátják, hogy Huszár F5-öt kell lépni, mert támadást el kell hárítani. Különben mondtam, hogy a Milosevic taktikus. Ez egy taktikus lépés volt. És Petra is taktikus, és a taktikusok ugye lebecsülik az ellenfélnek a lépése, a taktikai lehetőségeit is. Na nézzük, hogy azért hogy ment tovább. Leütötte F4, leütötte vissza, futódért vissza, és azóta gondolkozik. Hát azt nem tudom, hogy ha leütjük a... Ja, hogy még itt van egy kis, ha leütjük az F4-et, akkor vezérüt E8 és HG, bocsánat. És azt kiremizzük. De mit lép, most nem tud vezér H5-öt lépni, bárcsi F4-re leütjük. Hogy állunk kilóba? Egyenlően, ugye? Egyenlően, most még egyenlően. Ha leüti a bástyával az F4-et, akkor HG, aztán kiremizzük. Vagy bástyút G3 még, de sem. De itt nekem nagyon gyanús volt, hogy itt a Petra rosszul áll, de aztán biztos, hogy... Lehet, hogy azért. Lehet, hogy... a szokásos magyar pessimizmusunk előjön. Én körülbelül azt nem értettem, hogy itt ebben az állásban mi ez a futő C3? Hát miért adjuk? Hát a legjobb futónkat miért adjuk oda? Jó, nem játszunk, oké. Csak mi van még, melyiket nem láttuk? Hát az Annál sem láttuk még. Annánál bástya, E2-t ja, valami. Láttuk, igen. De nem ez történt. Király F8. És történt. Most itt, bocsánat. Itt bástya E2. Bástya E2, nagyon finom. Nagyon finom, mert E3-ra nem rakta, hála Istennek, ahol sokkal jobban áll, ugye, mert mi a benne van a bástya F3 sok. Ez a bástya E2, ez nagyon tetszett nekem ez a lépés. Ja? Nem, már rájöttem, hogy miért ment F8-ra. Tudod mit? Azért ment F8-ra, mert hogyha bástya E3-ra vezér F7-et lépett volna, megtanul F2-t. Jó, de mi lett volna vezér... futó G6-ra? Ja, hát az ne kérdezzed ez. Az valószínűleg leütik a G6-ot, és bárfut ült egy. Igen, és akkor rosszabbul állunk, vezér D4, bár vezér E6, hú, azért ott a királyunkat. Bástya E6. Még tart ez izgalom. Mi van még? Ott megy a parti, szerintem a Szidi az kiremizi. Igen. Ildikó árnyalattal jobban áll. Most a többi két parti nem tetszik. Menjünk a fiúkhoz. Másik ablak. Ja, ez az, igen. Igen. Itt vagyunk. Na, kijött az az állás, amit mondtunk Péternél. Futó D4-gyel ment. Úgy látszik, hogy nem azt lépte, amit te mondtál, hanem ebben az állásban futó D4, nem lépte a hármat. És futó F3-ra mi lesz a lépés? Vajon futó E5? Hát ez nem lehet komoly, mert Huszár G4. Erre mi lesz? Na most azt láttam, én ennyit láttam csak, hogy ide, akkor Huszár G4, és akkor ez matoska. Hát nem mat, de... Nem mat, de... De, hát nem ütett G7-re, mert Huszár H2, ugye, leüti? Az mat. Az bemutatjuk, mat. Bemutatjuk a mattot azért, hogy így nyer majd Péter. Jó, de az ellenfél az világ egyik. Szimultán partiba esnek, nem? Igen. Ez... Hol volt a szekellem, persze. Futó D4, de akkor is futó F3, én nem értem, hogy mit lép most? Vezér Cecilia. Vezér D2.
ezért D2-t, üljön be, igazad van. Nem tudok Bástyával E6-ra menni, mi? Vagy vezér C3-at, vezér C3-at. Vezér C3. Még az olyan is van? Hát igen, megtámadja a futót, védi a mattot. Ez itt nem olyan nagy. Ez nem tetszik. Erős, acélos. Hát akkor nem is lehet futó F3-at lépni. Bástya E6? Mint Olli? Hát igen, hát azt a végjátékot kéne valahogy. Ajaj. Ez a futó bástya kontra vezér. Ja. Csak az a D4 futó belezavar az életünkbe. Mert itt a nagy alkalom, hogy tartsunk egy kis szünetet, nem? Mi úgy gondolod? Hát pedig most jönnek majd a igazi. De még 5 percet az kibírja a nézők, ugye?